Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit advent idejében. Úgy terveztük, hogy kétszer egy óra. Tehát olyan óra múlva lesz egy szünet. Ez azért reményeim szerint nem fog sokáig tartani. Tehát egy lélegzetvételnyi szünet. És majd utána ugye 8 óra körül befejezzük. Tehát tudni kell azt, hogy egy olyan egyetemes hagyománykörről van szó, hogy nyilván 5-6 percben is sok mindent el lehet mondani, el lehet órákon keresztül is mondani. Lényeg az, hogy a karácsony az egy csoda. Ezt egyébként mindenki tudja, csak általában az utóbbi időszakban sajnos nem így éljük meg. Tehát végeredményben kérdések merülnek fel, de nem csak a karácsonyi ünnep okán. Ez már teljesen általános jelenség, hogy ünnep és ünnep között minőségi különbséget már nem nagyon lehet érzékelni. A minőségi különbség megvan, csak a hétköznapi életünket úgy alakítják, hogy igazából egy ünnepnek az igazi jelentősége, hogy miért azon a napon van. Tehát miért nem húsvét van karácsonykor, és húsvétkor miért nincs karácsony. Tehát ezeket már nem nagyon tudjuk megélni. Pedig meg lehetne. És hát a másik, főleg azért egy ilyen technikai civilizáció, média világ által irányított civilizáció életében nagyon könnyen össze lehet mosni dolgokat. És sajnos ez rendre szinte minden nap megtörténik. Na most azt is el lehetne mondani, hogy mondjuk maga az advent mit jelent. Meglepő módon, bár nyilván sokan úgy gondolnak, ez nem is annyira meglepő, de latin nyelven ez eljövetelt jelent. Igen ám, de nem mindegy, hogy mi jön el. Tehát eredetileg az, hogy adventus, például előveszünk egy középkori krónikát, képes krónika, tatárjárás idejét úgy fogalmazzák meg, hogy Tartarosz, tehát ez a tatárokra vonatkozik, és adventus. Most nyilván ezt az eljövetelt, vagy jövetelt, tehát a tatároknak a beözönlését, hát még csak véletlenül sem kevernénk össze az adventi ünnepkörrel. Tehát ezt csak azért kell hangsúlyozni, hogy a szavaknak a jelentése és tartalma. Azért mégiscsak, ha a magyar nyelven egy töbletet hozzá tudunk tenni, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá lehet tenni. Tehát eleve, hogyha mondjuk, ezt úgy szokták mondani, hogy nyelvpörgetés útján, vagy a rárímelés útján. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ezt annak idején Molnár V. Józseftől, Pap Gábortól éppen eleget lehetett hallani. Vannak úgymond beszélő nevek. Na most ezeknek a beszélő neveknek magyar nyelven nagyon beszédes az üzenetük. Arámi nyelven, görög nyelven, latin nyelven nagyon fontos a jelentésük, de pont a lényegre nem világítanak rá. Tehát van egy olyan nevük, hogy Bartolomáj, ebből lesz a Bertalan, és akkor egy kérdés felmerül, hogy Szent Bertalan apostolt, hát aki Tolomájnak a fia, bar az a fiút jelenteni, ami nagyon jó egyébként, csak onnantól kezdve egy apostoli szerepkör, tehát egy lényeges, egyetemes, kozmikus üdvtörténeti szerepkört, hogyan talál telibe mondjuk a magyar nyelv segítségével a felismerés. Most Bertalanról tudni lehet, hogy akárhogy nem lehet ábrázolni. Tehát szenteket általában nekik megfelelő eszköztárral, attribútummal szokták ábrázolni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki női szent mellett ott sétál egy kis sárkány, akkor nem téveztem össze alexandriai Szent Katalinnal. Miért? Mert alexandriai Szent Katalinhoz a kerék tartozik hozzá. Ez a kerék, ez nagyon sok mindent jelentett. Nem csak az, hogy kerékbe törték, ez minden kerekségnek a kereke. Tehát tankerék, napkerék, világkerék, tehát ezerféle, nem véletlen, hogy alexandriai Szent Katalin mindig a bölcsesség, egy keresztény megújuló ősbölcsesség mentén tartották számon, aki a régi korok bölcseit, hát nem megszégyenítette, de figyelmeztetett, hogy Jézus születésével új világhónap kezdődött. Tehát ez azt jelenti, emberek át kell gondolni dolgokat. Mint hogy most egy korszak végén Jézus születésével indult a halak világhónap, 2160 évig tart egy 26 000 éves nagy világ éven belül
egyetlen hónapnyi egység, tetszik, nem tetszik, a vége fele vagyunk. Nem véletlenül ilyen dühött ez a világ jelen pillanatban. És próbálnak az ember ellen minden embertelenséget elkövetni. Miért? Mert mi nem, valahol meg készülnek az új időkre. Új világrend. Nem tudom, hogy hallottunk erről a szép politikai szólamról. Nos, 2160 évig tart egy világhónap, 2021-et írunk. Ez azt jelenti, hogy valaminek a végén vagyunk. Tehát erre szokták azt mondani, hogy a végjáték az mindig egy új időnek a kezdete. Tehát nem mindegy, hogy biorobotként fogunk egy következő időszak emberségének a kovásza lenni, vagy masszája, elnézést, vagy egy örök emberi értéket megőrizve valóban kovászként tud tovább menni egy jobb, új, tartalmasabb élet felé az emberiség. De visszatérve tehát az apró jelzést, Bertalant, még Michelangelo is úgy ábrázolja a Sixtusi kápolna mennyezetén, hogy saját lenyúzott bőrét viszi a vállán. Na most melyik nyelven tudjuk mi telibe találni ezt az állapotot? Bőrtelen. Tehát se többet, se kevesebbet nem jelent. Attól még az arámi név etimológia igaz. Csak lényegében itt egy többlettartalomhoz jutottunk hozzá. Az adventus az valóban eljövetel, de most nézzük meg, hát ad. Magyar nyelven az ad, az azt jelenti, hogy ad. Tehát nem elvesz, hanem valamit adni fog. És mi az, amit ad? Hát most a vend szónak a hangalaki megfelelőjét fogjuk megnézni. Ha történetesen van egy V hangom, utána jön egy E, ennek végeredményben bármilyen magánhangzó lehet a váltó párja, de egy magas magánhangzó, ez egy E. És egy MN egy mással hangzóval fog lezárulni. Tehát ez azt jelenti, hogy mi az, amit várunk. Na most akkor lenne vicc ez a nyelvi azonosítás, hogyha a karácsony nem a fény újjászületésének lenne az ünnepe. Tehát amikor a fény a legrosszabb helyzetben van évről évre, ilyenkor advent idején, tehát mire várunk? A fényre várunk, hogy megszülessen. Az a fénylény, az a megváltó, aki a világvilágossága. És végeredményben, hogy hol adja ezt a fényt. Na most a V az egy olyan hang, hogy PBVF mással hangzó kategória. Ne jegyünk meg ezektől a nyelvi dolgoktól, mert én úgy tudom, hogy általános iskolában megtanultuk, hogy vannak a sziszegős hangok. Nem tudom, hogy hallottunk-e róla. Tehát a sziszegős hangok a sziszegős hangok családját képezik. Tehát az S, az S, a Z, a Z távolról, de azért elég közel, a C és a C is egyébként sziszegős hang. És miért alkotnak egy családot? Mert úgy megközelítőleg ugyanazon a helyen képezzük ezeket a hangokat. Most egy dolgot viszont nem nagyon tanítanak meg, csak úgy jelzik. Érdekes módon, hát mire egy gyerek felnő, a legkedvtelenebb tantárgy lesz számára mondjuk a magyar nyelvtan. Na most azért valljuk be magyar nyelv, anyanyelvet használva, hogy ez pedagógiai művészet, hogy a magyar nyelvtől az ifjúságot így folyamatosan évről évre, évtizedről évtizedre, már egy évszázados nagyságrendben ilyen jó hatásokkal elidegenítik. Na most csak gratulálni tudok. Hát itt azért a szülőknek és a pedagógusoknak oda kellene figyelni. Hogy mit jelent az, hogy nyelvhasználat? A világot igével teremtették. Minden nép hagyománya szerint. Tehát lehet, hogy ezt sokan nem veszik figyelembe. Én még olyan teremtés mondával nem találkoztam, ahol lényege szerint a világot ne a kimondott ige, a szó hívta volna létre, és ne egy teremtő teremtette volna a világot. Kezdetben vala az ige. És ige vala az Istennél, Isten vala az ige, és tulajdonképpen így indul el a világ teremtése a maga útján. Tehát bármennyire hihetetlen, egy hanghatás. Hát ezért van, hogy a teremtés könyvébe, Ótestamentum első könyvébe, azért ne felejtsük el, hogy ott mi hangzik el. Mindig egy legyen. És mire a világosító testek megteremtődnek, már a negyedik napon vagyunk.
Tehát igével teremtődik a világ. Tehát azért van fény, mert a teremtő kimondja, hogy legyen. Na most egy biztos, az ember pedig nem biorobotnak terveződött, hanem a teremtő képére és hasonlatosságára. És adatott néki nyelv. És ez a nyelv nem arra való, hogy hatalmi helyzetekben bizonyos készséget, a fagylaltal szokták azt csinálni, hogy naponta egy társadalom azt gyakorolja, hanem azt, hogy jóra használja. És felfigyeljen arra, hogy minden nép nyelve egy érték, egy kincs, na de a magyart miért kellene kizárni? Hát ha magyarul van valaminek jelentése, akkor vegyük észre. Tehát advent ad fényt. És nem mindegy, hogy hol ad fényt. Mert lehet az műfény is, lehet hamis fény is, lehet valódi, lehet igazi. És nem mindegy, hogy ott adja, ahol én nem látom, vagy nem tudom megtapasztalni. Tehát PBVF mással hangzó kategória is létezik, és ezt lehet váltani. Én azt mondom, hogy Valentin nap, vagy Bálint nap. Balassi Valentin. Balassi Bálint. PBVF. Ezt jó helyen úgy szokták mondani, hogy pöfögős. Miért? Mert szó szerint pöfögtetjük ezeket a hangokat. Ha valaki rossz indulatú, akkor azt mondja, és máshoz szokott hozzá, hogy büfögős többek között. Akkor van az LRJ mással hangzó kategória. LRJ. Milyen érdekes, ezt gyerekkoromban nem nagyon tudtam megérteni, hogy az R hang, hogy R hang, ez egy nagyon erős hang. A lágy elhang és a J-hang édes testvéri világában mit keres? Na most, aki az R-hangot nem tudja kimejteni, milyen irányba kezdi el locsogtatni? Hát lehet LRJ, tehát ugyanott képezzük, akkor TD-tjé mással hangzó kategória. Akkor van megint egy nagyon népszerű, ez a köhögősök, KHGJ, miért ez tényleg köhögős mással hangzó kategória. Szóval lényeg az, hogy legalább 6 mással hangzó kategóriát tudunk összeszámolni. És emlékezzünk vissza, hogy a régi írások, főleg az ókori népek írásai. Ilyen példa a legismertebb Mezopotámiában és Egyiptomban. Gyors kérdés, magánhangzót tüntettek fel, vagy nem tüntettek fel? Hát ma is vannak mással hangzó írások, hát pont Izrael révén. Én még nem jártam ott, de aki tud mondjuk akármilyen változatában az új héber nyelvnek is, ott az utcanevek nem úgy vannak kiírva, hogy mással hangzó, magánhangzó, hanem csak mással hangzó. És érdekes módon nem téved el senki. Na most kezdjünk el egy kicsit gondolkodni, hogy mit jelent egy nyelv használat, ha elkezdünk írni. Addig-addig pontosítja, még tulajdonképpen semmit nem tud nyelven közölni. Hát a magyar nyelv tel is tele van egy alakú, két jelentésű szavakkal. Ez a minimum. Egyszerre van annak a szónak igei jelentése, egyszerre van névszói jelentése. Egyszerre jelent folyamatot, egyszerre jelent állapotot. Azt mondom magyarul, hogy ég. Főnévi, névszói értelemben jelenti az eget, igei értelemben. Hát azért elnézést, az égi tüzekről gondolom mindenki hallott, a Szentlélek se jégcsapokkal szokott megjelenni. Tehát mit jelent az égi irányból érkező energia? A táltos paripa se zuzmarákat szokott tenni, hanem tüzes parasat. Tehát ez az éltető élet energia, és magyar nyelven hát van egy G hangom, és az ige szavunk már ott van. És ne felejtsük el, ez a G, ez egy KHG-gyi, köhögős mással hangzó kategória, és a G is ide tartozik. Na most ki teremtette a világot? Egy vagy kettő? Egy. Igével, égen keresztül, na most ezt logosz útján senki nem tudja továbbvinni. Tehát azért jelzem ezt, hogy szokjunk hozzá időnként a magyar nyelv használatához. Miért? Mert a kereszténység sem tegnap előtt született. Magyar nyelv területen azt lehet mondani, hogy Árpád vezér magyarjai már erekje tartó mellkeresztekkel temetkeztek. Tehát ez azt jelenti, hogy nyelvi úton a nemzetnek több mint évezredes kapcsolata van a keresztény világgal. Tehát ez mit jelent?
anyanyelvi szinten meg tud fogalmazni alapvető dolgokat. Vagy a nagy igazságok nagyon szépen tudnak szervesülni a magyar nyelv szóhasználata révén. Tehát advent, most a V hangot F hangba, nem is F, legyen B, PBVF más a hangzó kategória. Akkor ezt a fényt az advent hol fogja adni? Bent vagy kint? Bent fogja adni, oda bent. Advent az nem oda kint van, advent oda bent van. Vagyis hát ide bent van, ebben az esetben. És még egy apróság, megint a magyar nyelv egyik csodája. Ha én tényleg elmélyülés útján bent vagyok, akkor tulajdonképpen hol vagyok? Fent vagyok. És mi az, amit kapok? Fényt kapok. Na most végeredményben ez az adventnek, ha nyelvi úton bele lehet sűríteni a jelentést advent időszakába, akkor ezt érdemes. És most nézzük meg, hát idézek, 1985, advent Mezőkövesden Gari Margittól gyűjtötte Fél Edit, Vigília folyóiratban 1985-ben jelent meg. Hát a Molnár V. József ezt mindig idézte, tanulmányaiba publikálta. Hát így szól. Na most újra jelzem, ez nem 1600-as évek, 1985. Tehát, hogy érthető legyen, ezzel a mezőkövesdi paraszt asszonnyal Molnár V. József még nem egy interjút készített. Na most ez, amit ő elmond, Fél Edit révén a Vigíliába jelent meg. Advent Krisztus várás volt nékünk. Az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk. Tehát vártunk, kértünk, örültünk. Na de mire? Az András napja után kezdődött. András napja zárta a muzsikát. Na itt érdemes megállni, mert maga az egyházi év kezdete, gondolom tudjuk, és az adventnek az indulása, tehát lehet korábbra tenni, mert mindent lehet korábbra tenni, de későbbre már nem lehet halogatni. Tehát Szent Andrással indul el a belső csönd. Ugyanakkor pedig ez tényleg a külső elsötétedés révén akár egy belső szorongásnak is lehet az ideje. Na most, ha valaki András nap tája napján, vagy idején pontosabban fogalmazva, tehát előtte való napokban, pont András napon, vagy utána, járt kint mezőn, vagy volt erdőn, tehát a természetben. Azért érdemes eltűnődni azon, ami meghökkentő tapasztalat. Csak mivel városi zsivajban élünk, nem érzékeljük, hogy a természet évről évre milyen hónapban, milyen héten, milyen napon körülöttünk éppen hogy viselkedik. Azt hiszük, hogy mindig ugyanúgy. Miért? Mert úgy alakítjuk ki a környezetünket, ha hideg van, fűtünk, ha meleg van, akkor hűtünk. Tehát próbálunk, ami nem helytelen dolog, mert nem jó fázni. De már ez a görcsös kiegyenlítés, se a hőmérséklet, hogy mondjam, bizonyos egészséges ingadozásának. Annak idején valamikor, augusztus végén, pár évvel ezelőtt jártunk New Yorkba. Egyetlen egyszer voltam ott, és nem nagyon értettem azt, hogy az emberek miért mennek sállal, téli kabátba, kucsmával, sapkával a fejükön. És kérdeztem ott, akik meghívtak, hogy te, hát kánikula van. Honnan jönnek, hova mennek? Hát metró. Hát a klíma. Na most az ember úgy elkezd tűnődni. Tizenvalahány fokra kiállítja be nyáron a klímát. Na most emberhez méltó kiegyenlítés ez? Hát ez teljesen beteges, gondolom észrevesszük. És ez egy apró kis kihágás, csak jelzem, hogy milyen világban élünk. Tehát az, ami a fényjárással együtt jár hőingadozás, azt nem éljük meg természetes módon. Tehát nem természetes módon egyenlítjük ki. Tehát amikor nagy meleg van, nem természetes módon hűsülünk, amikor nagy hideg van, meg hát nem ilyen szép ropogós kandalló mellett, már nem a kandalló fog ropogni, hanem benne a tűz, töltjük a mindennapoknak az idejét. Na most egy biztos,
András napja az kulcsfontosságú. Már csak azért, mert egész hónapot egyébként így nevezik, hogy Szent András hava. Ez egyébként állatövi jegybeosztás vonatkozásában a nyilas havát fogja jelenteni. Tehát azért ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre Andrásnál beáll a nagy csönd. És tényleg valaki elmegy, hát itt könnyű mondjuk kimenni a szabadba természetbe, érdemes ellenőrizni, hogy ilyenkor mekkora csöndben van a természet. Az ember nem is érti. Tehát ki az a láthatatlan mester, tanító, vagy honnan érzi a növény és állatvilág azt, mert a vaddisznóktól kezdve a dámszarvasokig. Valahogy mindegyik egy kicsit csöndesebbé válik. Hangsúlyozom, nem tudni, hogy miért, hogyan, de bekövetkezik a nagy csönd. Nos, mivel az ember azért mégiscsak természetes közegben szeret igazából élni, nem nehéz kitalálni, hogyha valaki egy-két ilyen évet megél, csak észrevette, hogy ekkor mekkora csönd van a természetben. Tehát nem lenne nekünk is jó egy kicsit csöndbe maradni? Hát valószínűleg nem ártana. Tehát nézzük, hogy mit mond itt a hagyomány Gari Margit révén. András napja zárta a muzsikát. Amikor már közelgett András, hogy vége a vigasságnak. András napkor mentünk az első hajnali misére. Mikor jött adventnek az első napja, mi már készítettük a szállást. De nem a háznál, hanem a szívünkben. De nem bevásárlóközpontokban, plázákban és egyéb helyeken, hanem a szívünkben. És azért gondolom észrevettük, hogy oly világban és oly korban élünk, ahol olyan életkereteket alakítanak ki az ember körül, hogy az ünnepeket nem tudja megülni, megtartani a maga méltó rangjában és méltóságában. Na de itt bármennyire hihetetlen és szomorú, szigorú mondatokat kell mondani. És vajon miért? Hát mert az advent, vagyis a karácsony, aztán a végén, végülis nem az én ünnepem, vagy nem csak az enyém. Ez nem bevásárló központok, iparágak, multinacionális cégek forgalmazásának. Most gondoljuk végig, nem szomorú egy kicsit? Az emberek belerokkannak abba, hogy a szeretetet pénzre váltsák, és ilyen nem tudom páváskodó, nem tudok szebben fogalmazni, pedig lehet, hogy kellene, pedig nyerészkednek évről évre, évtizedről évtizedre. És van egy szomorú tétel, nem velük van gond, hanem velünk. Elnézés nem kötelező. János evangéliumának elején, rögtön az elején. Gyakorlatilag egy-két fejezet, után már rögtön az elején vagyunk. Mi történik? Jézus bemegy a templomba. Na most mi történik a templomba? Templomba árusok vannak. Na most az árusoknak nem a templomba van a helyük. Azt gondolom nem kell különösebben magyarázni. Sok helyen lehet helyük, de egy helyen nem, a templomban. Ezt nem lehet árucikké változtatni. Galambárusok. Nos, galamb. Szentlélek galamb. Népdalokban is a szeretet postása a galamb. Na most nem megyünk bele jelképtanba, de azért lehet érzékelni, hogy itt a szeretetet váltják apró pénzre. És mi történik? Na most ő, aki Isten fia, ő, aki új parancsolatot ad, hogy szeressétek egymást. Ő, aki odahajol mindenkihez türelmesen. Tehát van egy elszemtelenedésnek egy olyan szintje, és ezt egy szülőnek is kellene érezni, meg egy pedagógusnak is. Hogy mikor jön el az az idő, hogy nem gügyögünk. Világos? Hogy te is más vagy, én is más vagyok. Tudod, a templom nem arra való, hogy itt Kalmár köztársasági bankházrendszer módjára pénzváltókat működtessünk. Mi történik? Isten fia ostorral a kézben kiveri ezeket a templomból. És még valamit mond. Az én atyám házát ne tegyétek kalmárság, kufárság
házává. Ennyi. Na most, ha valaki keresztény, mert nagyon sokan mondják, hogy ők keresztények, már itt meg lehetne állni. Világos? Hogy olykorban élünk a Földön, hogy nem kerülhetjük ki azt, hogy valahonnan beszerezzük a szükséges, az mindennapi élethez szükséges eszközöket. Akár ajándéknak is szánhatjuk, de nem karácsonykor. Ezt meg lehet tenni karácsony előtt, meg lehet tenni karácsony után, ezt nem kell külön ragozni. Ez a fény eljövetelének az ünnepe. Nem műfény, nem villódzófény, nem reklámfény, és gondolom valamire fölfigyelünk. Hát ha ő megszületik, mert megszületik akkor is, ha én nem veszem észre. Igen ám, de mi van akkor, ha senki nem veszi előbb-utóbb észre? Akkor hova született? Ő magát mindig így hívja, hogy emberfia. Aztán, hogy a tanítványok elmondják, hogy te Isten fia vagy, Péter és Fülöp apostol például, az rendben van. De még arra se azt mondja, hogy terjesszétek, hanem felismertél, nagyon jó, de másnak nem mond. Emberfia. Itt most tényleg az örök emberségről van szó. Miért? Mert 24-e szenteste, ami hát aztán szentestébe torkollik bele, annak a napnak azért van egy párosa. Ádám és Éva napja, hogy érthető legyen. Na most ez mit jelent? Ahogy Molnár V. József nagyon szépen el szokta mondani, most én népmesei példával mondom, ha fiúgyermek születik, királyfi születik. Ha kislány születik, királylány születik. Minden gyermekre úgy tekintettek, mintha a kis megváltó született volna a világra. Miért? Mert az élet Isten ajándéka. Tehát az életet maga az Isten adja. Ezért én még olyan kultúrával, vallással, civilizációval nem találkoztam, műveltséggel, ahol az élet önkéntes kiiktatását úgy kezelték volna, hogy az helyén való. Miért? Mert ez nem az én tulajdonom. Ajándékba kaptam az életet, hogy élhessek. Hogy élhessek azzal, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Most a legtöbb ember hogy viszonyul? Ó, nem én választottam. Ne tessék mondani. Ne tessék mondani. Most egy biztos, tényleg néha nem tudjuk, hogy miért vagyunk abban a helyzetben, de nyugodjunk be, amennyire fáj az ember foga, amikor fáj, amennyire szenved, tulajdonképpen úgy születik minden ember, hogy vállalta azt a sorsot. Csak legfeljebb elfelejtette. Hát én már azt is elfelejtettem, hogy tegnap előtt a buszjegyet melyik járaton lukasztottam ki, hogy érthető legyen. Felejteni nagyon könnyű. Na de ha én felejtem el, és közben visszabeszélek, na hát erről nem volt szó. Hát gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát alapjáraton magát az életet kell megbecsülni. Sokan keresik azt a bizonyítékot, hogy Isten bizonyíték. És emlékezzünk, amikor Jézus Krisztustól kérnek csodát. Ő milyen egyszerűen válaszol? Hitetlen, parázna nemzedék. Nocsak, nocsak, kikre gondolhat? Ego sum. Tehát kikre gondolhat? Jelet kér, de nem kap. Megint mire kellene fölfélni? Nem az az idők vannak, hogy jelet. Hát bármilyen hologrammal, bármilyen műholdról olyan jelet produkálhat bárki, bármikor már, hogy érthető legyen. Az igazi jelre meg mit mondanak? Hát az irodalom tele van ezekkel a példákkal. Eljön Jézus és néznek rá, ó, te itt vagy, ó, milyen érdekes. Na nekem most már mennem kell, nincs rád időm, hogy érthető legyen. Maga az élet éppen elég csoda, egy átlag ivarérettségű embernek, hogy belássa, hogy tulajdonképpen nem kell itt jel. Ebből kell kiindulni, hogy élünk. Hát valaki magyarázza meg. Ő miért pont ő? Hol volt, mielőtt lett volna, hol lesz, miután nem lesz? Nem elég csoda maga az élet? Az, hogy van élet, az, hogy pillangó tud röpködni egy mezőn mondjuk. Vagy a méhecske döngicsél, most nagyon idillikus képet vetek, mert végül is bombák is robbanhatnak. Tehát egyáltalán, hogy van világ, ez már elég kell, hogy legyen. És a 20. században egyébként az egzisztencialista filozófia messze eljutott idáig.
bármennyire hihetetlen. Akkor felteszik a kérdést, miért van világ? Miért nem sokkal inkább semmi? Hát mi lenne az alap? Az, hogy nincs semmi. De van valami. És tulajdonképpen ezt a valamit kell valakiként átélni, és megtalálni hát a megfelelő úton. Na de így az egy óra nagyon hamar el fog telni, és még az idézetet se sikerült végigvenni. Tehát a szállás az itt van bennünk. És figyeljünk oda, hogy magyar nyelv, amikor Jézus például azt mondja, hogy én előre megyek, szállást készítek nektek, mert az én atyám házában sok szállás van, vagy hajlik. Magyar nyelven mit jelent a szállás? Hát nem egy dolgot jelent. És azon el kéne tűnődni, hogy még mindig úgy beszélünk, hogy felszállok a buszra. Világos? Mi az, hogy felszállok? Senki nem szállhat fel, ha felülről nem szállott alá. Tehát tele vagyunk annyiféle nyelvi csodával is, hogy egy kicsit úgy összekapjunk dolgokat, hogy az már tényleg csodaszámba megy. Tehát a szívünkbe gyűjtjük, napról napra gyűjtjük a csodához szükséges fénysugarakat. És így folytatódik, édesanyánk mondta, gyűjtögessétek Krisztus jászolába a szalmaszálakat, nehogy kevés legyen alatta. Most édesanyánk nem azt mondta, hogy most 30%-kal olcsóbb a karácsonyi vásáron a beszerezhető gicspancs. Hát mindenki tudja, hogy gyakorlatilag műanyagözön, technikai levegő és minden életet szennyező elektronikai termékek, és mi történik a nagy karácsonyi ünnepség után? Talicskával tolják vissza, amíg visszaveszik a megvásárolt nagy semmiket. Tehát, hogy érthető legyen, rossz irányba mennek a dolgok. És rossz irányba nem azért mennek, mert valakik nyerészkednek, hanem azért, mert elhittük, hogy ez a karácsonyi ünnep várásnak és időszaknak a helyes módja. És azt már nem is kérdezem meg, hogy magyar nyelven a karácsony mit jelent. Mert még csak véletlenül se szoktak rá kitérni. Miért? Hát mert van egy biztosíték, és azt ki szokta csapni. És ilyenkor teljesen mindegy, hogy valaki ateista vagy vallásos, ezt a biztosítékot csak a karácsony szó olyan szépen ki tudja csapni, hogy az ember csak nézeget. Ez hogy fordulhat egyáltalán elő? No de, szalmaszál. Molnár V. József mindig elmondja, hogy hogy nézett ki a szalma, és gondolom tudjuk, jászol, szalma nélkül nem létezik. Hát vattacukorral is meg lehetne ágyazni. Miért szalma? Na most kezdjünk el tűnődni, hogy a szalma hangalakilag szalma. Mire rímelhet rá, hogyha fölöttünk egy változó nyom szélességű fehér útvonalnak, télen, nyáron, tavasszal, ősszel mindig ott látjuk a fejünk fölött, ilyenkor télen egy jóval halványabb, de nyáron, mivel éppen saját tejútrendszerünk központja felé láthatnánk be, a nyilas csillagképen keresztül, tehát hihetetlenül pazar és világító és széles, és még két ágra is hasad. Nos, ezt nevezik Isten útjának. Nevezik Jézus Krisztus útjának, nevezik mennyég útjának, nevezik hadak útjának, nevezik tejútnak. Miért? Hát milyen babonásak voltak, hát azt hitték, hogy valakinek a teje ott elfolyt. A tiéd folyt el, de nem tudom, hogy honnan. Tehát mi ennek a tejnek a lényege? Hát a Milky Way-ből nem jutok el oda, hogy a tej az egy teljességet jelent. Világos? És próbálja meg valaki eljátszani azt, hogy a megszülött csecsemőt, mondjuk kénytelen vagyok így fogalmazni, birka paprikással kezdi el etetni. Tehát mi kell a gyereknek? Anyatej. Azt már nem is merem mondani, hogy a fogantatáshoz viszont kinek az hasonló típusú energiája kellett. Ma már lehet szivárványosítani. El tudom képzelni, hogy bevesz egy tablettát, és szivárványként fog kispriccelni.
Tehát mit jelent az, hogy tejút, hogy érthető legyen? Testi szinten a nő, mint nő és édesanyja a kebléből, ebből adja a teljességet a nemződés útján, mert a kettő együtt tudja, a férfi és a nő, Ádám és Éva az emberséget tovább vinni. Tehát a teljességnek az útja. De nevezik szalmahullajtó útnak is. Na, senki nem gondolhatja komolyan, hogy Szent Péter, mert vannak ilyen pogány ízű hagyományok, hogy Szent Péter kocsikázik az égen, a szekerével, egyébként megteheti, mert ilyenkor télen a karácsony ég volt egyik jellegadó csillagképe, éppen a szekeres csillagkép. A bika és az ikrek csillagképe fölött fent a tejútban. A fő csillaga a kapella, ez a kápolna szóra rímel rá, és tulajdonképpen lehet érzékelni azt, hogy mit jelentenek bizonyos karácsony esti égbolton a fényjelenségek. Na de ez a legkevesebb ebből a szempontból szalmahullajtó út. És hát Szent Péter, vagy Göncöltáltos, vagy bárki a hagyomány szerint végig kocsikázik az égország útján, és elhullajtja a szalmát. Na most azért elég vad fantázia kell ahhoz, hogy az ember ne érezze, mert most már a fantázia ahhoz kell, a fantáziátlanság fantáziája, hogy nincs jelentése. Hát nyilván van, folyamatok vannak. És ahogy Molnár V. József mindig el szokta mondani, milyen a szalma szál, szálas, sárgás, fehéres, mit idéz meg? Hát valami sugárzó természetet. Ez nem a sötétség sugárzása, hanem a fénynek a sugárzása. Tehát erre szokták azt mondani, hogy analógiás gondolkodás. Mind fent, úgy lent. Nyilván itt én nem tudok fénysugarakat így ki, hogy mondjam, bocsájtani magamból, de egy biztos, tudom, hogy mi ez a szálas fénysugár természetű létezés a környezetembe. És azon illene már végképp elgondolkozni a reneszánsz kori festményeken is lehet látni, csak szalma lehet a jászol alatt. És a betlehemezésnél szalma nélkül elképzelhető, tetlen. Cserélje le valaki. Hát jelentése van. Szalma hullajtó út. A szalmákat szellem az egyik hangalati megfelelője, túl van tárgyalva. Tehát szellemi szintű fénysugárzást kell a lélek közepébe, a szívbe összegyűjteni. Különben nem lesz karácsony. Nem fog eljönni a megváltó. Tehát, mármint hozzánk személyesen. Egyébként mindenki ez eljön. Tehát nehogy kevés legyen alatta. Na de ez azt jelentette, hogy most már evésben, ivásban, nótázásban egyaránt tartóztassuk magunkat. Na most mondjuk Mezőkövesden 1985-ben még meg lehetett dolgokat tartani. 2021-ben már kétlen. Miért? Mert labdarúgó mérkőzés van a stadionban például, hogy érthető legyen. Minden ház előtt ott áll egy autó. Egyiptomban volt az ókorban egy nagyon tanulságos mondás. Mitől irtóznak az istenek? A zajtól és a bűztől. Gyors kérdés, a 21. századi ember létezési formájának az alapjáratát nagyvárosi lét mi képviseli? Zaj és bűz. Hát ne csodálkozzunk, hogy az áhítat nehezen tud kialakulni. És hát nagyon gyorsan és röviden végigfutunk itt az esztendő körének ezen napjain, tehát Andrással indul az advent. Tehát elindul egy belső figyelem, tehát befelé, és ha kint zaj van, ez egyébként nagyon nehéz, mert hát vitathatatlan, és hát gondolom tudjuk, a zaj az nagyon idegesítő tud lenni. És most képzeljük el azt az embert, aki nem a csöndhöz van hozzászokva, hanem a zajhoz. Tehát ma már elnézést, lakótelepen nagypapa, nagymama egész éjszaka szólaltatja a rádiót, és égve hagyja a villanyt. Miért? Fél egyedül. Hogy? Hogy lehet úgy megöregedni, hogy én félek egyedül? Hát úgy, hogy az élet menete nem teszi lehetővé a megfelelő élettapasztalatok megszerzését. Bármennyire hihetetlen. Miért?
mert ugyanazt a monoton feladatot kell ellátni munkahelyen vagy bárhol 20, 30, 40, 50 éven keresztül. És amikor a közelmúltban nagy válságok, társadalmi válságok kialakultak, hogy a szülők és a fiak, nagyszülők és unokák családi szinten, akkor a szülők nem nagyon értették, hogy ők éjjel-nappal dolgoznak, halált megvető bátorsággal, a fia meg a lánya ezt semmibe veszi és nem érti. És ez egy kicsit hálátlan dolognak tűnik, csak van egy nagy probléma. Hihetetlen a dolog, de nem az. Miért? Mert egy gyereknek példát kell felmutatni. És egy gyereknek nem példa az, hogy az édesapám, édesanyám utál bejárni a munkahelyre, rabszolgaként dolgozik és gürizik, és szenved, és nyilván egy gyerek ilyenkor ösztönösen érzi a hazugságot, érzi, hogy ez megalkuvás, érzi, hogy ez nem egészen jó így. Akkor mit fog csinálni? Lázadni. És milyen eredményt ér el? Mivel a nagyszülők már nincsenek kivétel, mindig van a helyzet magaslatán, nincs olyan, hogy egy öregebb, idősebb ember megmondja nekem, hogy én miért vagyok ilyen lélektani helyzetben. Magyarul senki nem tud a másikon segíteni. Hát régen mindenki tudja, hogy az unokakorú gyerekeket nem a szülők nevelték. Nem is volt ez probléma. Hát kik nevelték? Hát a szülőknek ugyanúgy, csak nem mindegy, hogy én egy napot végig tudok gondolni, maradjunk Mezőkövesden. Még kiment a földre az ember, ha csak legközelebb volt az a föld, fél óráig gondolkodott. Nyugodtan. Este napszálltakor hazajött, fél óráig gondolkodott. Na most Budapesten hogy lehet fél óráig gondolkodni, hogy érthető legyen? Hát eleve azt nézem, melyik megállónál nem elfelejtettem a metróról leszállni? Zöld a lámpa, rálépek, az már villog, már rohanhatok? Gondoljuk végig ezeket az elképesztő dolgokat. Azért hozom ezeket a példákat elő, nem azért, mintha meg tudnám én most mondani, hogy hogyan várjuk a karácsonyt. De az érzékelni, azért mindenki érzékeli, hogy jelen pillanatban, amit a társadalom kínál, a civilizáció, de globálisan, az nem karácsonyvárás. Az egy kényszerpálya, az egy iszonyat. Semmi köze, semmiféle nagyegyházi ünnephez, vagy belső megújuláshoz. Tehát ezt különösebben nem is kell nekem itt mondani. Minden esetre, tehát a karácsony csodájára egyébként az ünnepek nagyon pontosan rávezetnek. Hát 6-án volt, az éppen tegnap volt. Szent Miklós napja. Mikulás. Hát gondoljuk végig, hogy ez milyen ünnep. Hát gyerekkorunkban, ha valaki vissza tud emlékezni, ilyen, hogy lapföldi Mikulás. Világos? Majd csókolózzik egy öreg pasival. A lapföl, vagy az már norvég Mikulás. Nem tudom, hogy láttuk ezeket a dolgokat. Hát ez már a gusztustalanságnak olyan szintje, hogy erre már nem lehet, hogy úgy mondjam, semmit hozzá mondani. Nem is tudom, hogy mit kellene tenni. Hát azért van egy-két ötlete az embernek. A Mikulás nem lapföldi, nem norvég, nem finn, nem északról jön, hanem ingyen kegyelem nyilatkoztatja ki. Tehát, ahogy Pap Gábor nagyon szépen el szokta mondani, milyen ostobaság az, amikor egy óvodáskorú gyereknek elmondják, hogy nincs Mikulás, és tulajdonképpen a csizmába az ajándékot a nagypapa rakta be. Most egy gyerek tényleg összeomlik. Miért? Miért omlik össze? Mert gyerek érzi, hogy a nagypaha nagypapa volt. Miért tehette be az ajándékot a nagypapa? Nem ő tette be, hanem az ingyen kegyelem tette lehetővé. Kedves nagypapa, hogy te a csizmába az ajándékot elhelyezzed. És azért ott is lehetnek kétségeink, hogy mi kerül egy ilyen kis ablakba kitett lábbelibe, de még valami. Hát
Igazából olyan sem volt, hogy a Mikulás osztályról osztályra végigjárt, és lehetett húzigálni, meg csináljunk egy felvételt, hanem mi a titka? Fehér, tehát fény, advent az fényvárás, ugyanakkor piros, tehát a szeretetnek az energiája. Na most gyors kérdés, legősibb kultúrák, én mondok például egyet, barlangfestészet. Nagyon sok helyen, ilyen Ausztráliától kezdve mondjuk a Pireneusokig, nem egy barlang van, hogy gyakorlatilag csak tenyereket lehet a barlangfalán látni. Fehér, piros, fehér, piros. Jön a néprajzkutató, vagy vallástörténész, vagy etnográfus, vagy bárki. Hát más festéket nem ismertek. Nem erről van szó. Öt elemrendszer. Tehát az ötödik elem az élő elem, a quinta essencia. Tehát van négy elem, föld, víz, tűz, levegő, és van az ötödik, amiből az élet származik. Ez az élő minőség. Ugyanakkor a kéz, hát legmagasabb szinten kinek a keze jelenik meg? Katedrálisok faragványain is. Nem az enyém, hanem a teremtőjé, az ő jobb keze, az atya. Na most, mivel emberi világ szintjén a kéz, tehát a jelkép, képi ábrázolás útján, ez a léleknek a szintjéről, a vállon keresztül fakad, tehát őv alatt kezdődik a testiség világa. Én most a leckét mondom fel, amit még annak idején a Bercsényi kollégiumban előadásokon megtanultunk, de nagyon jó kalauz volt. Miért? Mert így értem meg, hogy Egyiptomban 3000 éven keresztül miért úgy ábrázolják az embert. Feje oldalnézetből. Felső testrész mindig szembenézet, alsó rész mindig oldalnézet. A fej az a szellemiség, ez a rész, ez a lelkiség, ez a kebel, ez a léleknek a világa. Ővön alul ki lehet találni, ez a testiségnek a szintje. Most a három léptékű örök ősi emberkép szellemmel, lélekkel, testtel dolgozik. Na de mi adja a teljességet? Az, ami középen van. Tehát ebből nő ki a szellemiség, és ebből nő ki a testiség. És egy életben mindig csak úton van, ahol születésünk pillanatáig teljesnek kell, azonosnak magunkkal lenni, az a léleknek a szintje. Hát fejünkbe korszakról korszakra változnak a gondolatok. Hát senki nem mondhatja, hogy ugyanúgy gondolkozok, mint 2 éves koromban, hogy érthető legyen. De valami ugyanaz, mint 2 éves korban. Ez a léleknek a világa. A többi az változhat, meg is kell változnia, mint hogy van tavasz, ő, nyár, ősz, tél, ez egy vitathatatlan dolog. És hát ezért hangzik el az a csattanó, ha olyanná nem lesztek, mint egy kisgyermek, és nem óvodásoknak mondja, hanem felnőtteknek, nem mentek be a mennyek országába. Tehát a léleknek ez a csodája, és kisgyermek születésére várunk. Hányszor ábrázolják úgy keresztény hagyományon belül, és nem kisebb nevet mondok, mint Szűz Mária elszenderedése. Hogy hagyja el a Szűz Mária lelke a saját testét? Apostolok veszik körbe. Egy csecsemő kilép a száján, a fiú Jézus így áll mögötte, és kit tart a kezében? Tulajdon édesanyját baba. Pólyás babaként. Fordult a kocka. Amikor leszületett, más volt a helyzet. Tehát, hogy érthető legyen. Ezt a körforgást tulajdonképpen nem tudjuk megúszni. És az öreg és a nagyszülőnek ez a lényeg, hogy elképesztő a tapasztalata, óriási a tapasztalatvilága, és higgyük el, egy gyereknek elég 1 perc odafigyelés. De az olyan legyen. Ha egy nagyapa vagy nagyanya az unokájának az életbe egyszer mond olyat, ami tényleg az életről szól, az a gyerek soha nem felejti el. Utána már nézhetnek hupikék, törpikéket, egyébként nem ajánlatos, de egy biztos. A lényeg elhangzott, és mivel a tanítás mag, ez mit jelent? Más a vető, más az arató. Hát senki ne várja, hogy gyereknek mond valaki valamit, és a gyerek már úgy viselkedik. Majd 10 év múlva, 15 év múlva,
amikor eljön az ideje, hogy annak a tanításnak, élethelyzetnek, bölcsességnek a lényege az, hát, hogy egyszerűen fogalmazzak, az megvalósuljon. Tehát rövid tömörséggel, mert nem akarom most már részletezni, amikor a kezeket látványosan ábrázolják. Hát nincs olyan keleti vallása, hogy egy kézmozdulat ne jelenne meg. Hát Jézus leggyakrabban mit mutat? Hát nyilván, ha én most mutatnék valamit, akkor érdekes módon már szaladnék is, miért? Mert tudnám, hogy ezt nem úszom meg. Akkor ennyi fontos jelentése van egy kézmozdulatnak. Hát egyszerűen nem gondoljuk végig. A lelkeknek a munkája. Lelki cselekvés, kéz, kar, kéz, és kész. Tehát tulajdonképpen a fehér és a piros, a fehér a tisztaságot jelenti, a piros pedig az életerőt. Mert hiába vagyok tiszta, ha nincs életerőm. Hiába van életerőm, ha nem vagyok tiszta. Most Árpád-sávon milyen színeket látunk? Ősi Egyiptomnak, alsó Egyiptom, vörös a piros a korona, felső Egyiptom, fehér a korona, nincs variáció, minimum ezt a kettőt tudni kell. Tehát jön a Mikulás. Milyen színhatásban jelenik meg? Fehérbe és pirosba. Azért, mert egyébként a nyilas Szent András hava, az tüzes elemi jegy. A nyilas keleti váltópárja a ló, magyar népmesébe egy kis csikó mit fog enni? Hát nyilván parazsat. Teljesen logikus. Hát ahhoz, hogy ihlete legyen valakinek, az kell egy hőfokozat. Én még olyan költőt, képzeljük el, Petőfi Sándor írja a János Vitézt, és közben hát mindig a jégcsapoknál tartunk, lóg az órából a jégcsap. Ha mínusz 50 fokos hideg van, az ihlet mit el? Akkor is leve. Miért? Mert belül hevíti egy hatalmas nagy erő. Na ezt hozza a Mikulás tulajdonképpen az ajándékkal. Tehát a tisztaságot és az életerőt, de mi a legfontosabb? Ajándékként és kinek? A gyerekeknek. Tehát a gyerek az mindig a jövő. Egy gyereknek kell érzékelni azt, hogy kire várunk. Hát ha ő ekkora kegyelmi ajándékban részesül, az a gyerek, teljesen máshogy fogja a karácsonyt várni. Tudja, hogy ki az igazi ajándék. Utána jön, hát holnapi nap lesz, egyébként, ja, és amit mindig el szoktak mondani, mi a Mikulásnak a lényege? A láthatatlanság. Tehát, hogy érezzem, hogy a dolgok mögött, a racionális dolgok mögött, a hideg racionális valóság mögött mégiscsak ott van egy szeretetteljes lehetőség. Az ingyen kegyelem jelen van a világban. És úgy ad, hogy hiába szaladnék utána, soha nem érném utol. Miért? Mert maga a Teremtő Atya avatkozik bele a sötét napoknak a világába, hogy belül itt van a fény. Tényleg ezt a fényt kell várni. Ez a legcsodálatosabb. És utána már jön egy hatalmas nagy misztérium. Immakulata, holnap. Szeplőtelen fogantatás. Milyen fogantatás? Hát ez egy... Szer már megtörtént, de Szűz Máriának. Március 24-e, 25-e. Gyümölcsoltó boldog asszony, angyali üdvözlet, üdvözlégy Mária malasztal teljes. Tehát mi az, ami kiderül? Itt fogan meg. És megint neves elődökre hivatkozok, leszámolunk 9 hónapot, pont 9 hónapra, tehát március 24-ről 25-re. Szeplőtelen fogantatás. Hát elnézést, ki Jézusnak az édesanyja? Szűz Mária. Mikor szüli meg a gyermeket? Mikor volt a fogantatás? Ahhoz képest, amikor megszüli, 9 hónappal korábban. Amikor megfogant, 9 hónappal később fog megszületni. Tehát szépen leszámoljuk, tényleg kerekded teljességhez jutunk hozzá. Igen ám, de ez a szeplőtelen fogantatás nem Szűz Mária ünnepe, hanem Szent Annáé. Most ki volt ez a Szent Anna? A hagyomány szerint ő Szűz Máriának az édesanyja. De jön a jelzés. Már Szent Anna is szüzen fogadta Szűz Máriát.
Tehát ez azt jelenti, hogy mire Jézus megszületik, egy olyan tisztasági fokozatokon megy keresztül az anyai, nagyanyai vonalon, ha lehet egyáltalán erről így beszélni, hogy egészen egyszerűen ki van zárva az a hétköznapi szintű fogantatási mód. És ennek a leggyakoribb ábrázolása egyébként, tehát a veleméri freskó válta leghíresebbé, de bárhol fellelhetjük. Szent Anna harmad magával. Hát a reneszánsz művészet tele van vele. Tehát van egy asszony, az ölébe ül egy asszony. És az asszony ölébe ülő asszony ölébe pedig van egy kisgyerek. Na most kik ők? Szent Anna, Szűz Mária és a gyermek Jézus. Tehát Szent Anna harmad magával. Ez a mettercia képlet. És van egy arhaikus népi imádság, hát ami tényleg a legcsodálatosabbak közé tartozik. Miért? Mert olyan ősi hagyomány rétegből származik, hát ami az időtlenségbe vezet. Ég szülte földet, föld szülte fát, már figyelmeztetek valamire. Szülni férfi nem szokott. Tudom, hogy most már igyekeznek, és már látom a várandós hímeket, tehát nem akarom itt elütni a dolgokat. Már az elején ég szülte földet, föld szülte fát. Na most alig mondok valamit, amit a világ teremtéséről, a három rétegű világ szintjéről lehet mondani. Ég, föld és a kettőt mi köti össze? Az életfa, a világfa. Abban a pillanatban van egy egység. Fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát. Nálunk a virág magyar nyelven, hát a világ. A virág az a világosságra nyílik. Virág a világa, most így mondom, de virága szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, Úr Jézust, a világ megváltóját. Na most Szent Annának, a szent, örök, ős, időtlen anyaságnak az ünnepe, de honnan indul? Ha megnéznénk ennek az imádságnak a úgymond erő csomópont rendszerét, pont kellős közepén van a váltás. Ahogy a virág, a világ még személytelen, átvált Szent Annába. De még Szent Anna is inkább nyelvi úton, mindenki tudja az anyaságot jelent, de onnan már tényleg megfogható. De ki szülte ezt a folyamatot? És azért gondolom, észrevesszük, hogy magyar nyelvterületen megkülönböztetik a nagy boldogasszonyt a kis boldogasszonytól. Tehát ég szülte. Kisasszony az kisasszony ünnepe, kis boldogasszony szeptember 8-a Szűz Mária születésenapja. Tehát Szűz Máriát soha nem nevezték nagy boldogasszonynak. Ki ez a nagy boldogasszony? Hát érezni, hogy itt határtalan távlatok vannak, és egyetemes mélységek és magasságok. Na, gondolnánk, hogy ez szép, de gondolom észrevettünk valamit. Jön a Mikulás, gyerekeknek ingyen kegyelem. Ugyanakkor egy csodálatos fogantatás jön már rá két napra. És utána meg jön egy kicsit olyan megfoghatatlan, titokzatos, misztikus, akár idegen, akár varázslatos, akár tündéri, akár boszorkányos, 13. a Luca napja. A Luca név ma olyan divatos, teljes joggal, csak van egy probléma. 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, hát József Attilának már volt Lucája, tehát akiben szerelmes volt, de olyan ritka volt, mint a fehér holló. Bálint Sándor az ünnepi kalendáriumban külön nyomatékkal jelzi. Luca nevet lánygyereknek nem adtak. És majd érzékelni fogjuk, hogy miért. Hát nomen est omen. Tehát a nevednek a jelentése fogja meghatározni a sorsodat. Ha történetesen a nevednek nincs jelentése, miért? Mert a szülők odahaza éppen egy sorozatot néztek, gondolom tudjuk sajnos, és ma már elképesztő az idegen neveknek a kavalkádja, amivel semmi baj nincs azon a nyelvterületen, de nincs jelentése. Megint egyiptomi példát hozok, hogy érthető legyen, hogy milyen örök problémákról van szó.
Egyiptomban ókorban a legkegyetlenebb, keményebb büntetés az nem a kivégzés volt, hanem nyilvánosan megvonták a név használattól, kitörölték a nevét. Ez volt a legkeményebb büntetés. Hol jön ez a kereszténységnél vissza? Hát akinek neve nincs beírva az életkönyvébe, az nem üdvözül, hogy érthető legyen. Hát a név egy önazonosságot, egy sorsvállalást fog jelenteni. Na de ez a legkevesebb Luca estéjén mi történik? Akár férfiak, akár nők, de férfiak is. Fehér lepedő, arcukat fehér liszttel elkenik, és megint egy játékos megközelítés, hát gyerekkorunkban, amikor játszottuk azt, hogy mi egy másik világból érkezünk. Ugyan még nem volt éjfél, de a játékhoz hozzátartozott, hogy most éjfél van. Akkor mit vettünk magunkra? Fehér lepedőt. Kik járnak fehér lepedőbe? Kísértetek. Tehát kísértett járás, de most a kísértettől ne ijedjünk meg, miért? Mert mi a lényeg? A fehérség. Tehát a fehér fénnyel való bajlódás, foglalatosság, megélés, hát nagyon sokféle úton jön elő. És sajnos van olyan, hogy túlvilág. És bizony nem véletlenül mondantnak halottakért, akár 200 év elteltével is misét, vagy hajtanak végre szertartást. Hát legalább a görög drámákra gondoljunk. Hát Antigone, miért gond az, hogy nem lehet valakit eltemetni? Ez egy elképesztő fontos tétel, a végtisztességet megadni. Hát útnak kell indítani. Na minden esetre tehát a Luca, lucfenyő. Abban a pillanatban a lucfenyőhöz eljutunk, akkor már el szokták mondani, hogy ez a latin luxból, ez tulajdonképpen fény. Fény. Hanggal, aki megfelelője a Lucának férfi párosba, a Laci. Tehát egyfajta lászlóság jelenik meg. És fehér lúttollas bottal vagy seprővel járják a házakat, és mi történik? Most tömörítünk, de mi a lényege? A piszkot, a koszt, a lerakódásokat szépen a fénnyel, na de ők honnan jönnek ezek a fénylények? Hát, tényleg nem lehet máshogy megfogalmazni, és képzeljük el jó időben régen, ha lehet így ma, gyerekkorunkban még voltak ilyen telek, leesett november végén a hó, márciusig megvolt. És képzeljük el ebbe a fehérségbe ezt a fehér járást. És tényleg van benne valami borzongató, miért? Mert közben a megváltó születését várjuk. És ebből szoktak ilyen csodatörténeteket fabrikálni. Miért? Mert ekkor kezdődik el a Luca székének készítése. És mi a lényege? Egy nap alatt nem szabad elkészíteni, hanem hátralévő napokban mindig csak egy szöget lehet beleverni. Tehát úgy épül fel szépen napról napra, ahogy kint egyre nő a sötétség, így egyre inkább pontosítunk valamit. Hát ha ez nem meditáció, akkor mi a meditáció? Persze, ha Tibetből származna a hagyomány, ma valószínűleg mindenki lucaszéket készítene. Mert a tibeti vajra jánán belül micsoda mágikus szertartások vannak. És mi a lényege a lucaszéknek? Pont amikor az éjféli mise van, kiszületik meg ott Jézus. Na, atyafiak, nem kell naívnak lenni, nem árt, ha tisztán látunk. Mert aki feláll a székre, mit lát tisztán? Hogy hol van a gonoszság? Hát azt a gyereket a sötétségtől, a gonoszságtól, egy csecsemőnél kiszolgáltatottabb lény nincs a világon, gondoljuk végig. Hogy fogod megvédeni, ha nincs tisztán látás? És hát így, ahogy jövünk szépen az esztendő körén előre, én megnézem, hogy mennyi az idő, pont szünet időnk van. Hát kezdjük ilyen nagyon érdekes, jelenkorban elterjedtek olyan okos megállapítások, mert csak ezt lehet egyébként mondani, hogy hát a téli napforduló az december 21-e.
tehát baráti körbe is tartoznak olyan emberek, miből indulnak ki, hogy ez az igazi ünnep. Tehát december 21-e, és a karácsony az valószínűleg véletlenül vagy később került 24-éről 25-ére virradó éjszakára. Most ki lehet találni, hogy itt valami gond van, mert a barátaink általában városi értelmiségi körökhöz tartoznak, akik mondjuk napfelkeltét természetes környezetében évről évre, napról napra nem nagyon tudtak nyomon követni. És érdemes azt is megfigyelni, hogy karácsonnyal szemben, hát a téli napforduló december 21-e, vele a túloldalon szemben június 21-e nyári napforduló. Na de keresztelő Szent Jánosnak az ünnepe nem 21-én van. Tehát itt is néhány napot rá kell számolni. Ugyanakkor keresztelő Szent János saját maga mondja az evangéliumokban, az egyik János evangéliumában biztos, hogy nekem alá kell szállanom, hogy ő felemelkedhessen. Ez még tulajdonképpen bármilyen egyház történeti vagy jelképtan történeti kiadványt megnézünk, keresztény szimbólum lexikonokat fellapozunk, mindenhol úgy magyarázzák meglepő módon, ahogy van. Ez mire vonatkozik? Hát nekem alá kell szállanom nyári napforduló, hogy ő felemelkedhessen téli napforduló. Tehát végeredményben keresztelő Szent János névünnepe egy éven belül oda kerül, ahol a legtöbb van a fénybe. Hát miért nem Jézusnak a születésnapja kerül oda? Aztán eltelik fél év fordulat, és Jézusnak az ünnepe van. Most erre is azért néhányan felhívták a figyelmet, ha ő egyetemes megváltó, mert olyanok is elterjedtek, mindenre volt példa Jézus Krisztus horoszkópja. Tehát nem is karácsonykor született, hanem augusztus valahányadikán. Ez nagyon szép és jó, és semmit nem lehet kizárni. Mi egyikünk se tudja, hogy volt ott. De egy biztos, ha ő megváltó, ha ő az igazság napja, sol justitiae, ha ő a világ világossága, a születésnapja hol kell, hogy legyen? Mert nem azért jött el, hogy a régit eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Akkor hol kell lenni a névünnepének? Tehát ha kicsit korábban lenne, akkor jobb helyzetbe a fényárnyék arányváltozás menetében, akkor ez azt jelentene, hogy lennének olyanok, akik nem váltódnak meg. Tehát neki oda kell születni, ahol a legnagyobb a sötétség, ahol a legnagyobb a baj. Mert ebből van a megváltás. Tehát itt vitának olyan nagy helye nincsen. A másik érdekes dolog, amit így érdemes elmondani, hogy ilyenkor általában szoktak tartani szertartásokat is, tehát 21-én. Mondván, hogy ez a régi hagyományban, és idáig jó a gondolatmenet általában, ez a egyfajta sólyom ünnep volt. Ettől nem szabadna egyébként így megijedni, mert ilyen alapon én a báránytól is megijedhetnék, meg a galambtól is megijedhetnék, meg az Ó és Új Testamentum összes állatalakban megfogalmazott képzett köréről. Ilyenkor viszont kétségtelen tény, hogy minden ősi napfordulós ünnepnek az volt a lényege, hogy a nap a maga tetsző útján, amikor már nagyon lent van, akkor már nagyon délkeleti szélső helyen kel fel, és nagyon gyorsan a túloldalon, nyugaton pedig, hát lenyugszik, hogy amikor visszafordul. Na most gondolom nem nehéz felismerni, mindenhol megjelennek ilyen ábrázolások. A napnak két irányból van valamilyen megnyilatkozása. És ez a megnyilatkozás,
ez tulajdonképpen egy mozgásnak az eszközlője, hát a szárnyas nap ábrázolások. Megint Molnár V. Józsefet idézem, aki a kalotaszegi szárnyas nap motívumról hát tanulmányokat írt, előadásokat is tartott, és a kalotaszegi szárnyas nap ábrázolásnak mindig, minden időben mi volt a lényege? Hát az, hogy a valódi mozgás tendenciát idézte meg. Egy egyiptomi szárnyas napnak, vagy egy perzsa szárnyas napnak mi a lényege? Az, hogy gondolatokat egymáshoz ragasztunk. Tehát tudom, hogy nehéz elhinni, minden esetre, hogyha egy egyiptomi templomba bemegy az ember, mindenhol a bejárat fölött ott van egy szárnyas nap ábrázolás. Mondjuk ez a szárnyas nap készült Jézus születése előtt, középbirodalom idején, legyen ez mondjuk 1500-600 évvel Jézus születése alatt. Tegnap előtt Kalotaszegen készült egy szárnyas nap minta, egy ábrázolás. Lényeg szempontjából melyik a régibb és ősibb? A kalotaszegi. Bármennyire hihetetlen. Mert nem montázs elvet gyakorol, hanem valóban a valahonnan való felszárnyalást, szó szerint a fény pályája révén tudja mozgásában megidézni. Tehát nem montíroz, hanem a lényeget mutatja meg. A szárnyas napábrázolásoktól nem jutok el a valóságos fénymozgásig. Miért? Mert az már egy derivátum. A kalotaszegi szárnyas nap motívumtól, hímzés mintától bármikor eljutok a valóságos napfelkelte és napfordulat helyzetek ábrázolásához. És bizony felmerül a kérdés, hogy a karácsonyt miért karácsonynak nevezik. Meg vagyok győződve, hogy ez már nem sokáig lesz. Így gondolom, tudjuk azt, hogy az Európai Unióban, Brüsszelben most már szó szerint rendeleteket kezdenek el hozni, hogy mit, hogyan kell nevezni. Hát ők karácsonyról nem tudnak, miért? Mert ez Jézus születésének a napja. Hogy nem lehet így hívni. Annak idején az ember csak úgy véletlenül mondta, hogy várom én személy szerint azt az időt, amikor azoknak a nyelveknek, és azért az indoeurópai nyelvek szinte 100%-ban ezt a nyelvi tartományt lefedik, hogy ahol van hímnem, nőnem, semlegesnem, ott be fogják tiltani a hímnemet és a nőnemet. Nem fogjuk elhinni, már nyelvi rendeletek vannak. Hogy nyelvtani összetételben, hogy hogyan helyezünk hímnembe vagy nőnembe, ezektől most már lassan tartózkodni kell. De most el nem tudjuk képzelni, hogy mi van a világban. De az, hogy ide hogy szüremkedik be egyelőre, azt azért mégiscsak lehet érzékelni. És mert úgy tűnik, hogy megvan a megfelelő technikai, és erőllétbeli, technikai civilizációval párosuló erőllétből adódó lehetőség, hát itt még nagyon sok nehéz időre lehet számítani. Úgy kezdődött valamikor régen, és ebben sajnos követtek el szellemi szinten hibákat is, amikor türelmetlenek voltak más népek saját hagyományaival szemben, gyökerestől kiirkották. Hát nem kellett volna. Maga Jézus mondja, tetteit követni fognak téged. Nem lehet gaztetteket megúszni. Amikor annak idején ez a nagy migrációs válság először berobbant, egyik biztonságpolitikai szakértőt, mindenki fel fogja ismerni, hogy kiről van szó, mert mond egy mondatot, utána mindig mondja egy, és akkor mond valamit, utána kettő. Nos, így kezdte, egy, nem kellett volna gyarmatosítani. Hát egy átlag nyugat-európai ember nem is tudja, hogy mi miért történik vele. De kettő. A gyarmatosítás után nem kellett volna a nagy ipari forradalom, angol forradalom és a nagy francia forradalom például. Miért? Mert mind a kettő vallás és egyház ellenes volt. Én inkább úgy mondanám lélek ellenes, ha valakinek ez érzékenységét sérti. Franciaországban akkor, 1789 után, két éven belül 2-3 millió ember gyilkoltak le. Hát
ha valakinek ez kell, semmi probléma. A Bastille-ba, hát van probléma. Ha jól tudom, egy, azaz egy darab politikai fogoly sem volt. Világos? Tehát gyártják a mítoszt, a világot. Hát azért a mai időkben észre lehetne venni, ugyanez a technika van. Legyártanak nekünk eseményeket. Hatalmas, hogy úgy mondjam, szuggesztív hatással. Viszont a francia királyoknak ott volt a levéltára. Nos, jelentkezzen az a francia politikai fogoly, akit akkor ott kiszabadítottak. Tehát újra jelzem, egyetlen egy elmeháborodott ember volt ott. Azt se tudni, hogy miért. Lehet, hogy takarító munkás volt. A múltat végképp eltörölni. Templomokat lerombolták. A nemeseket és a papokat legyilkolták. És amikor már Robespierre, meg Marat, meg mindenki egymást kinyírta, akkor gyerekeket kezdtek el lefejezni a giotinba. Párizs főterén. Hát ne csodálkozzunk, hogy ez a keresztény Európa, tehát ha egy nagy hajónak képzeljük el, akkor a nyugati része ennek a nagy hajónak már réges-rég nagy léket kapott. És süllyed. És azt kell mondani, hogy bizony annyi gaztettet követtek el az emberiség ellen, miért ne érdemelnék meg? Csak nem innen vizsgáljuk a dolgokat. Tehát általában megtörténnek velünk rossz dolgok, mindig az események után kullogunk, és nemhogy évszázados menetében látnánk, azt nem tudjuk, hogy tegnap előtt mi történt. Hogy mi miért történik. Hát csak a Covid ügy. Nézzük meg a nyilatkozatokat. 3 hónappal ezelőtt. Össze-vissza kusz a szövevény. De olyan lendülettel mondják, olyan meggyőző erővel mondják. Hát már nem egy valaki, vagy ismerős, vagy bárki, hát már rég ezeket összeállításba. De nem arról van szó, aki 20 évvel ezelőtt mondott valamit, és 20 év eltelik, és homlok egyenes mást mond. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, nem járványkezelés van, nem betegséggyógyítás, hanem félelemben tartás. És a félelem újabb betegségeket hív létre. Szorongás, betegség, hát mindenki tudja, hogy minden betegségnek tulajdonképpen, hát az az egyik forrása. Tehát végeredményben megvannak mindenhol a nagy bajok és gondok, eljut a világ oda, hogy nem tud ünnepet megünnepelni. De nehogy azt higgyük, hogy csak mondjuk a nyugati világra jellemző. Keleten, a saját hagyományaikon belül még azért megmaradtak őrhelyek. Ez egy teljesen általános jelenség sajnos. Mert minden globalizáció. Tehát ez azt jelenti, hogy egy síkúvá teszik az életet, egy síkúvá teszik a világot. És pár évszázaddal ezelőtt az a jelszó hangzódott el, szabadság, egyenlőség, testvériség, tehát lényegében népekre nincs szükség, nemzetekre. Most már, aztán pár évtizeddel ezelőtt, családokra nincs szükség. Aztán pár nappal ezelőtt férfire és nőre nincsen szükség. A férfi ne férfi, a nő ne nő legyen. Ha valaki nem látja, hogy ugyanaz a társaság, ugyanaz az erő dolgozik, ahol múltat lát, színes élővilágot, a szerves élet ezerféle arcát, ő rosszul érzi magát. Kiírtja a bölényeket, az őserdőket és mindent. Világos? Honnan jön ez a pusztító utálatosság? És mert mindig az emberiséget újabb és újabb kivérzésekbe, világháborúkba, katasztrófákba taszítják be, nekem nem mondja senki, hogy a katasztrófa spontán természetű. Hát van olyan, az élet velejárója. De az, hogy állandóan katasztrófa, hol a vulkán, hol az időjárás, hol a betegség, hol a háború, hát az élet minden területe gyakorlatilag fortélyos félelemmel van telítve. És szegény ember meg mit tud csinálni? Várja a karácsonyt. Elmegy plázába. De előtte felveszi a maszkot. Mert arra gondol, hogyha akkor tüsszent,
és a többit nem is mondom. Hát ki gondolja ezeket a képtelenségeket? Hát mi szemünk is van, hogy érthető legyen. Nem tűnik fel, hogy itt legalább úgy megfertőződik mindenki. Hát egyszer láttam egy olyan rajzot egyébként teljes joggal, de nem is akarom részletezni. És ugyanakkor pedig tömegközlekedési eszközön én magam Budapesten novembertől mondjuk márciusig simán kötelezővé tenni. Hát az emberek azért ne szuszogjanak meg, pránajánázzanak bele egymás szájába állandóan, hogy érthető legyen. Tehát mindent meg lehetne eszélyesen és szívélyesen oldani, de mindenből félelemgerjesztés. Már ennyien, az öregek még emlékeznek talán arra, volt egy ilyen kabaré tréfa, két nyulat összeengednek, a nyúltenyésztő, nem tudom, hogy ki emlékszik rá. És a nyúltenyésztő két nyulat másnap kimegy, és látja, hogy már öt nyúl van, és harmadnap, hát körülbelül így megy két éve a hírek. Tehát én beteg akarok lenni, a Déli Krónikát soha nem mulasztom el meghallgatni. Az egész biztos. Az garantált onnantól kezdve. Na most, a fény, tehát akit várunk, az egészséget hoz, egész. És a magyar nyelvben az egészség és az igazság lényegében is nyelvi úton ugyanaz. Ennyi ember még nem élt a Földön, belátható időkről van szó, de ezek év 10-100 000-eket jelentenek. Ennyi ember nem élt a Földön. Ennyi gyógyszergyár még nem volt a Földön. Ennyi beteg ember még soha nem volt a Földön. Tehát nem betegséget gyógyítanak, hanem egy iparágat fenntartanak. És ez két különböző dolog. És ma is már elhangzott, gondolom tudjuk, hogy kik a nyertesei ennek a válságnak. Hát az internet, mert majd online fogunk enni, online fogunk, hagyd ne mondjam, hogy mit csinálni. Tehát készül ez a virtuális világ, és valamit nagyon felgyorsítottak. Az ember mindig elalszik egy kicsit, és arra gondol, hogy azért lesz idő felébredni, de érezni miért? Mert valaminek a végén vagyunk. Tehát olyan, mint amikor az év végén vagyunk. Tehát a világhónapot figyelembe véve tulajdonképpen olyan, ez a 2021, minthogyha most lennénk gyakorlatilag pont ebben az időszakban. Tehát nem mindegy, hogy mi fog megszületni az emberiségnek. És tényleg itt taszítják bele a szakadékba, a kilátástalanságba. És mert ki van mindenki szolgáltatva, közhelyeket mondok, de közhely 3 napig nincs áram. Mindenki tudja, hogy mi a probléma, de mindenki ki van szolgáltatva. Miért? Mert senki nem tudja magát már ellátni és fenntartani hosszú távon. Hát régen jöhetett török tatár. 1956-ban mi történt? Vidékről Budapestre hozták fel az élelmiszert. Hát ma megnézném, hogy mit hoznak fel adott esetben. Ennyit változott a világ. És még annyit, hát ezt... Egy felhőkarcolónak Manhattanben gazdasági igazgatója mesélt el, amikor ott jártunk, aki többek között könyvolvasás alapján megjósolta, jövendőlte, hogy akkor, hogy a következő Egyesült Államokbeli elnök az Barack Obama lesz. Mindenki körbe nevette. Miért? Mert ezt a nevet nem lehetett addig ismerni. Tehát ha valaki olvas, tehát döbbenetes a tétel, tehát nem kell Vátesznek látni, gyakorlatilag a forgatókönyvek már kész vannak. Csak senki nem olvas. És mert az ő könyve megjelent angolul, mutatta nekünk. És tényleg a dátum a könyvbe, tehát mikor adta ki a könyvet, és mikor lett ez az ember az Egyesült Államok elnöke. Na most rövid távon a következőt mondta el. Kennedy idején az Egyesült Államok élelmiszer készlete 3 évre volt elég raktárokba. Nem biztos, hogy 3 év, de ez végül is elég kerek. Tehát ha nem vetnek, nem aratnak 3 évig, tulajdonképpen semmi baj nincs.
Ronald Reagan idején ez már csak egy hónap volt. Clinton idején 3 nap volt. Obama idején egyetlen egy nap volt. Ma már egy napi élelmiszer készlete sincs az Amerikai Egyesült Államoknak. Akkor mi történik a világban? Tehát ez azt jelenti, ha vannak raktárak, vetőmagraktár, az be van rohadva. Tehát egyetlen egy napra sincs már gyakorlatilag elegendő élelmiszerkészlet. És akkor itt el lehet tűnődni. Hány évtized alatt jutottunk el ide? Lehet látni a folyamatokat, a tendenciákat. Valami egy irányba szágult. És hát Jézus sok mindent mondott, és most nem a profétálásnak ideje, de sajnos van egy kemény tétel. Amikor így nyilatkozik, hogy azt a napot, azt az órát tulajdonképpen az ég angyalai, a fiú sem tudja, egyedül az atya. És nagyon kell vigyázni, mert úgy jön el, mint a tolva éjjel. Nem lehet kiszámítani. Tehát tulajdonképpen nem lehet kiszámítani. És még mond valamit. Olyan szenvedés, ami akkor lesz a föld kerekségen, a világ teremtése óta soha nem. 8-9 milliárd ember nem is élt a Földön, talán. És képzeljük el egyszerre szenvedni, hogy az mit jelent. És azért nagyvárosokban, például New Yorkban lehetett érzékelni. Hát itt lekapcsolnak, bekapcsolnak, kikapcsolnak, kőkövön nem marad. Nincs miből megmaradni. Minden elektromosság által működik. Tehát gyakorlatilag, ahogy mondani szokták, honnan fog vetni, honnan fog aratni, honnan fogja elkészíteni a betevőt. Tehát azt várjuk advent idején, ami az embert emberré teszi, és ha az ember veszélyben van, akkor az ember életet megváltja. Tehát őt várjuk. És mivel a figyelmünket erről a várakozásról gőzerővel évről évre folyamatosan terelik el, ez azt jelenti, hogy ők viszont nem erre várnak. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a világon ne ünnep legyen, hanem félelem legyen. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a világban betegség legyen, és ne egészség legyen. Hát ezt nem kell külön magyarázni. De nem akarom én ezt teljesen egy irányba elvinni. Minden esetre tehát a karácsony az mégiscsak téli napfordulós ünnep, és akkor megpróbálok visszatérni a megkezdett úthoz. Tehát ez a ténylegesen is a fény újjászületésének ünnepe, és az igazi új év, azt gondolom tudjuk, az nem január 1-jével kezdődik. Hát ilyen, hogy január 1-je, ez soha nem volt ünnep. Ez tipikus a nagyvárosi lét manipulálására jó, hogy új év. Új évet a világvilágossága mutatja meg. Téli napfordulóról, harmadikról, negyedikre virradó éjszaka megszületett, tudjuk, hogy lesz új évünk, nagyon nagy ünnep. De viszont a naptári időszámítás szempontjából egy kezdetet, a január 1-je tényleg jelent. Én látom úgy az arcokon, hogy nem hiszik el, soha nem volt nagy ünnep. Ez gyakorlatilag pár száz éves hagyományra megy vissza. És valahonnan onnan fúj a szél, ahol hirdetik a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget, és működtetik a giotint. Hát ez nagyon szép dolog. Hát a Rodolfo az egy tisztességes, becsületes ember volt. Miért? A kezemet nézzék, mert csalok. Hát ma már gyakorlatilag minden csaló elmondja, hogy tényleg csal, hazudik, és akkor mi van? Tehát eljutott az ember egy olyan szintre, hogy nincs önérzete. És nem azért nincs önérzete, mert nem szeretné, hogy legyen, hanem mert fél. Mit fog adni a gyereknek? Hát napról napra élünk. Hát én még gyerekkoromban emlékszem arra, hogy valahova elmentünk, ilyen időben, de az év minden napján.
ahol volt kamra, a kamrában mi volt? Minden volt. Hát vegyük elő Móra Ferencet. 20. század. Mit lehetett kapni a boltba? Petróleumot és cukrot. Világos? Ilyen gyorsan mit lehet otthon kapni? Semmit. Otthon már nincs semmi. Tehát érezni kell, hogy az embert az élet minden területén egyre kiszolgáltatottabbá teszik. És mivel kiszolgáltatottá tesznek, ezért elnézést én ennek nem fogok tapsolni. Lehet, hogy nem tudom megakadályozni, mert sodródunk az árral. Na de azért mégsem mondom, hogy jól van ez így, hogy minden rendben. Eljött már a Kánaán, és így kell lenni. No, tehát téli napfordulós ünnepről van szó, és mivel Jézus 2021 évvel ezelőtt született, de a világot nem akkor teremtették. És azért megint jön a fekete leves. Nehogy valaki összetévessze a kettőt. Egészen eddig az időszakig, eddig a világhónapig. Az emberiség a Föld nevezetű bolygó életét meg tudta őrizni. Innentől kezdve pedig, na ezért kellett a megváltónak leszületni, mert itt valami iszonyú dolog indult el. Rövid időn belül eljutott oda az emberiség, csak 1789-et veszem példának. Melyik gombot nyomjam meg? Innen egy vírus szabadul el, és kihal az emberiség. Ha ezt a gombot, felrobban az egész Föld. Nem tűnik föl? Nincs az életnek olyan technikai újdonsága, ami nem apokalipszis felirattal jelenne meg. Hát minden, amit mi jó, okos találmánynak veszünk, a hadipar terméke. Mikrohullámú sütőtől kezdve ezer dolgot lehet mondani a GPS-en keresztül. Na, még egy apróság. Ha nekem a GPS-en keresztül beszólnak, hogy kapcsoljam fel, hát nem tudok vezetni, de már volt ilyen okos telefon, hogy nem ég a kocsi lámpája. Akkor mit tudnak, amikor nem szólnak be? Ha én a Google-on keresztül megnézem a szomszéd kertjét, világos? Amit én megnézhetek, akkor mit néznek, amit én már nem nézhetek meg, mert hadititok? Soha ennyi műhold nem keringett a Föld körül. És hogy lehet az, hogy egyetlen egy embernek kezében van a műholdaknak több, mint fele? Rá nem vonatkoznak törvények? De ez összeesküvés elmélet, nem elméletről van szó, kőkemény gyakorlatról. És az embereket megosztják. Hát csak nem gondolt komolyan, ne haragudjál már. Hát mi annak idején, amikor láttuk Brezsnyevet, láttuk Csernyenkót, láttuk Andropovot. Hát öreg korukban ezek már úgy magukban. Ki hiszi el, hogy az egyik legnagyobb hatalom a világon, hogy az az ember vezeti. Aki ha ránéz itt mellette egy család tagjára, akkor összetéveszti az 5 évvel ezelőtt meghalt rokonával. Hát én autóba nem ülhetnék be, ha nem lenne jogosítványom. Hát maga tehetetlen, szerencsétlen ember. És mi az, hogy összeesküvés elmélet? Hát valakik irányítanak közben. Tehát tulajdonképpen most azt kapja meg az emberiség globálisan, amiről mi 80-as évek vége fele azt hittük, hogy már túljutottunk. Közben nem túljutottunk, hanem ugyanazt, amitől iszonyodtunk, ez technikai fogyasztói biorobot társadalom keretében most fogják szépen abszolutizálni. Tehát vége az, hogy mondjam, minimális lesz a szabadság lehetőségeknek a lehetősége. Jézus viszont olyat talált mondani, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Emlékezzünk vissza. Tehát én értem, hogy egy vallás, vagy szellemiség, lelkiség, teremtő, hát ezt a gépezetet, ezt irritálja. Viszonyognak mindentől, ami ember szabású, ami Isten szabású.
És ha naponta nem halna meg, mire ilyen mondatot elmondunk, több millió gyerek a Földön, akiknek nem jut megfelelő, tisztaságú ivóvíz, akkor elhinném, hogy engem most oltani akarnak csak azért, hogy ne legyek beteg. Akkor tényleg azt mondja az ember. Ha Budapesten lenne egyszer szmogriadó, évente 20 000 ember hal meg légkúri szövődményekből eredő betegségekbe. Soroljam a példákat? Hirtelen aggódnak. Hát van egy olyan mondás, görögöknek, perzsáknak tulajdonították, ha perzsa ajándékot ad, én akkor is félek a perzsától. Ha görög ajánd, akkor is félek. Az ember úgy tűnődik. Multinacionális cégek így aggódnak, értem? Tényleg kihúzom magam, és nem is kell karácsony. Hát ez a szeretet, ez a humanizmus már megérte tulajdonképpen. Tényleg megérte. Na nem idétlenkedni akarok, mert hát egyikünk sem tud alapvető dolgokat most ebben az érzésben, de egy biztos, érezni az őszintetlenséget, és már az elején a megosztást. Oltottak, oltatlanok. 3 variáció honnan szabadult. Hát kínai piacról hozta a denevér. Laboratóriumból hozta az ügyfélszolgálat. Hát én egy babszemet nem vihetek át a határon adott esetben. Na, a többit nem is részletezem. Tehát ez mit jelent? Már a skatulya rendszer le volt gyártva. És onnantól kezdve családokon belül gondolom tudjuk, milyen viszályok vannak. Oszd meg és uralkodj. És amióta az eszünket tudjuk, hát már idősebbek tudják, népies, urbánus, ilyen drukkoló, olyan drukkoló, Szent Istvános, koppányos, pogány, keresztény, végig egy a lényeg, egy a jelszó, ember embernek harapja már át a torkát. Tehát nem tud kialakulni egy egységes, egészséges, probléma megoldó társadalom. Miért? Mert mozaik darabjaira van szétesve. És így van működtetve, mert közben működtetik ám. Nagyon, hogy úgy mondjam, érdekes módon. Tehát rövid távú foglalatban, ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy most már eddig a karácsonyokra a vásárlási láz ült rá. Tavaly a kijárási tilalom. Tehát érdekes módon úgy lehet érzéke, véletlenül éppen pont akkor. És nő a koncentrátum, tényleg, ellenőrizze már nekem valaki. A magyar népmesék végén mindig ott van, aki nem hiszi, járjon utána. Ki tud bárminek utána járni? Ki az, aki utána tud járni? Tehát csak azért jelzem, hogy most aztán a karácsonyra tényleg nagy szükség lenne. De azt nem érzékelni, hogy itt tényleg megszületik, tényleg úgy van, mert ekkora nyomás nem lenne véletlenszerűen mindig ezen. Tehát először a plázainvázió, aztán hirtelen vissza az agarakkal. Hát aki megszokta a plázázást, szenvedélybeteg, 2 napig nem megy, beteg lesz. Gondolom tudjuk. Mert neki azt jelentette a karácsony. Tehát úgy tényleg úgy lehet érzékelni, és ráadásul még valamit. Hát minden hadászattal foglalkozó ember tudja, hogy mit jelent a söprögetés. Kicsit előre megyek, majd visszahúzódok. Ott felengednek, a lukakból előjönnek azok, akiket addig nem láttam, de most akkor megint rámegy. Hát ez a húzd meg, ereszd meg taktika. Ez nagyon hatékony szokott lenni. Miért? Előbb-utóbb mindenkit elkap a gépszín, valahogy. Tehát így szépen. Tehát nagyon sokféle módszer van. De ez, ha valaki takarított és söprögetett, gondolom tudjuk, az egyik legalaposabb. Miért? Mert senki nem kerül ki a rosta alól. Tehát gyakorlatilag közös a sors, de ettől szép. Tehát azért itt hatalmas nagy erők tudnak összpontosulni. Tehát itt van ez a karácsony szó. Na most egy biztos, én most nem akarok nagyon messzire menni, de hogy érthető legyen. Kákosi László világhírű egyiptológus volt.
Vörös Győző az egyik tanítvány. Kákosi már meghalt. 1990-es évek derekán Magyar Tudományos Akadémia székfoglaló beszéde tanulmánykötetbe is megjelent, nagyon érdekes jelenségre figyelmeztetett. A kopt kereszténység a kezdeti 4 évszázad, nem, de mondjuk 2-3 évszázad, ma Jézus születése utáni időben, mert a szíriai kereszténység, kopt kereszténység, etióp kereszténység, ezek a legősibb keresztény alakulatok voltak. Aztán kaukázusi, vég nélkül lehet egyébként a példákat említeni. Minden esetre, hát Egyiptom amúgy is szomszédban van, Szent Család Egyiptomba menekül. Na most jártunk Egyiptomba, pont abba a templomba egyébként, ami a kopt negyedben van Kairóba. Nem fogjuk elhinni, hogy ezt a negyedet hogy nevezik. Babilonnak. Tehát Kairó, Egyiptom. Azt a város részt ókor óta Babilonnak nevezik. Na most az a templom, ahova a Szent Család menekült, hát a templomba bejutottunk, de magába a szentélyben nem. Mert oda csak a kopt keresztények mehetnek be. Ez tulajdonképpen egy ilyen barlang szentély. De úgy megálltunk a bejáratnál, és tényleg úgy lehetett érezni egy erős hatást. Tehát egy nagyon pozitív, nagyon erős hatást. Ma úgy mondanak, hogy nagyon sűrű volt a jelenlét. És hát végeredményben ezen úgy felbuzdulva, vagy figyelembe véve, hogy érzékeljük, hogy a kereszténységnek van néhány erős gyökere az egyetemes keresztény világon belül. Az első 200 év úgy telik el, hogy az egyiptomi ős vallásnak a legfontosabb szereplőit nem kitörlik, hanem vállalják. Tehát egy azonosítás történik. És Kákosi Lászlónak a tanulmánya arról szólt, hogy a sólyom fejű fiú Isten, őt Honszúnak hívják, tehát Tébának a Szent Háromsággal van Ámon a Teremtő, van az édesanyjai minőség, és van a fiúi minőség, hogy ezt a sólyom fejű, hát ilyen Hórusz alakzatot, ez tulajdonképpen az ős kereszténység Egyiptomban Jézus Krisztussal azonosította. Most nem tévesztette össze, azt gondolom érzékeljük. Hanem ha ez tényleg a nap tulajdonságokat idézi meg fiúi szinten, akkor egy ókori egyiptomi mit mond? Hát keblemre Jézus Krisztus, mi is tudjuk ezt. Tehát a térítés teljesen más természetű módon zajlik le. És bizony láttuk a domborműveken, oszlopokon, semmi más nem csináltak, hogy belevésték a Jézus Krisztus monogramot. Tehát ez mit jelent? Szó szerint megkeresztelték. Tehát onnantól kezdve ő Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Aztán Fillébe, Ízisz, magyarul szűz egyébként, tehát az ottani anyai Hórusz szokta a keblén tartani, ott volt az Ízisz szentélyben egy oldalkápolna. És az oldalkápolnába pedig ott volt egy szembe lévő falon, oltáron egy domborműves ábrázolás, rajta egy sólyom. Most a sólyomnak a szárnyába nem leverték, hanem a szárnyába keresztet véstek. És végig a kopt kereszténységnek a körkereszt, tehát annyi körkeresztet és keresztet, kihajtó keresztet, fénykeresztet, mint ezekben a templomokban, vannak ilyen templomok egyébként az ókor végéről, de én nem láttam. Tehát végeredményben ezekkel a keresztekkel ilyen szemmagasságban bejáratták a régi templomokat. Miért? Mert a világ világosságának fénye ott azokban a templomokban, abban a magasságban is szépen mindig körbejárta a falakat, és ahol a keresztek csomópontszerűen kialakításra kerültek, oda oltárokat is építettek. Na mindezt miért mondom el? Nagyon egyszerű egyébként erre a magyarázat. Hát adva van a karácsony szavunk. És ha nem lenne a kereszténység történelmébe egy ilyen párhuzam, akkor az ember azt mondja, hogy véletlen szójáték.
Na nézzük, hogy a hivatalos vallás történet, vagy néprajz kutatás karácsony szavunkat honnan eredezteti. És azért mégiscsak én megkérdezném, hogy ha máshol Jézus születésnapja, Úr születése napja, nálunk miért karácsony? A Szent Szellem miért Szent Lélek? Keresztelő Szent János, aki bemerítő, miért keresztelő? Hát azért lehet érzékelni, hogy anyanyelvi, lelki szinten valamit hozzá tudtunk tenni, vagy így értjük a kereszténységet. És ez még ma is így van. Tehát elméletileg semmi kivetni való nincs benne. A karácsonyban viszont van. Miért? Mert megjelenik a néprajzkutató tévéképernyője előtt, és elmondja, hogy ezt a Kárpát-medencében lévő, valahol ott a Sokác világon túl, valamelyik délszláv nyers csoporttól vettük át ezt a fogalmat. És az ember úgy tűnődik Szent Istvánon. Jönnek, még csak nem is Rómából jönnek a hittérítők. Na most erre mit mond az ember? Azért Szent István, azért legalább becsüljük meg annyira, hogy maga a pápa küld ide hittérítőket. Augsburg, Regensburg, jönnek a német kollégák, térítik a hitre. Hát ez éppen nem így volt, csak gondolom érzékeljük. Ez minden augusztus 20-ai műsorban úgy általában úgy szépen úgy bele keveredik az okfejtésbe. És akkor jön a következő nagyon szép jelzés, Szent István megkapja a keresztény csomagot, hittérítők hazamennek, és rádöbben, Úristen, de a napot, ami született, hát azt hogy hívják, mi a neve? Na igen, de a hittérítők akkor éppen már nincsenek ott, vagy elmentek máshova téríteni. De nem baj, mert az udvarba hirtelen ott termett két délszláv atyafi. És megkérdezte tőlük, te mondd már meg nekem, latinul kérdezte meg tőlük, mondd már meg nekünk, az ő születése napját, tudod, december 24-i, hogy nevezik? Kricsit. Kricsit. Karácsony. Köszönöm. Ugyanis így eredeztetik, hogy ez egy délszláv, de Kárpát-medencén belüli. Tehát még csak nem is azt lehet mondani, hogy szláv nyelvterületen általánosan elterjedt, mert más szláv területeken már nem jelenik meg. Tehát ott volt egy ilyen, és ez mit jelent? Azt jelenti, hogy átlépni. Ahogy a kakas átlépi a szó szerint egyébként így szokták magyarázni, csak ez nem kakas, hanem karácsony. És ilyenkor átlépett. Na most itt nem átlépésről van szó, hanem születésről és fordulatról van szó. És ez nem déli bábozás, hogy a kricsitből lesz a karácsony. Ez nem. Ez exakt pontosságú etimológiai tény, legyünk boldogok, mi a kereszténységet olyan összetákolt módon kaptuk, hogy tulajdonképpen, és nagyon kínos a dolog, mert a búcsú, böjt és egyéb szavak, kiderül, hogy van egy probléma, egy, azaz egyetlen egy darab német nyelvből származó keresztény műszó sincs jelen a magyar keresztény nyelvezetben. Akkor hogy térítettek ők? Vagy egyáltalán ki térített? De ezzel nem akarom eltölteni az időt. Viszont László Gyula is leírja, hogy a honfoglaláskori nyelvi készletünk olyan volt, hogy az egész Bibliát le lehetett fordítani. És van egy vallásos, az, hogy bűnbánat, az, hogy bűn, az, hogy búcsú, az, hogy zarándok, nem tudnak elszámolni vele. Csak megint van egy probléma, ezeknek a szavaknak a 60%-át szláv nyelvből kölcsönzöttnek veszik. Na de bennünket németek térítettek. Most nehogy így jegyezzük meg, csak nem tudom, hogy érzékeljük-e. Még csak véletlenül sem derül ki. Ha Árpád magyarjai erekje tartó mellkeresztekkel temetkeztek. Ha tulajdonképpen, mintha zökkenőmentes lenne a kereszténységgel való kapcsolat. Hát nézzük meg Poroszföldön mit jelent. Vagy Litvánföldön mit jelent. Vagy korábban a szászoknál mit jelentett? Ahhoz képest mi állandóan Koppány István üggyel vagyunk elfoglalva. Nem ezt jelentette.
minden vallástörténész, történész elmondja, ismerő a kereszténységnek évezredes gyakorlatát, példáját, nálunk meglepően könnyedén. És maga Szent István hozza létre az egyházmegyéket. De ez egy külön tétel. Tehát nem akarok itt lemaradni. Egy biztos, ha ez Karácsony a neve, akkor miért baj az, hogy a Karácsonynak hangtalanilag van egy pontos megfelelője? Az miért baj? Ráadásul Kricsitből, Kárpát-medencében családnevekkel se, földrajzi nevekkel sem találkozunk, hát a Karácsonyok kerecsenek, meg betöltik az egész Kárpát-medencét. Tehát legalább eljátszani a gondolattal, hogyha a fény újjászületésének a szertartása vagy ünnepe, akkor innen a fény növekedési pályára áll. Tehát ezért van az, hogy ténylegesen ez Fejér Mátyás Jenő, aki domonkos rendi szerzetes volt, aztán más pályára tért. Tehát a középkori magyar inkvizíció könyve, aztán vagy hitelesek a jegyzőkönyvek, vagy nem, de egy biztos, van egy összhangzattan, hogy ilyenkor a régiek mégiscsak egy fényröptetési szertartást tartottak. Na de aludj-aludj Istennek báránya. Szerelemből jöttél a világba. Hát ki gondolnász, hogy Jézus bárány? Ki gondolnász, hogy Jézus sólyom? Tehát mielőtt az egyiket a másikról, egyiket értjük. Miért? Mert kis jócska mondta biztos, mert ilyenek a kis jók. Itt lakik a Jézus Krisztus. Tehát jócska és bárány. A bak keleti váltópárja a jó és a bárány. Tehát ez mit jelent? Nyilván túloldalán a keleti állatövben az ökör van, ez a ráknak felel meg, a ráknak pedig a két főcsillaga, a déli szamár és északi szamár. Most a betlehemi jászolna, a fejünket a falba verjük. Jó, most már minden van, Jockey Jungtól kezdve, Darth Vaderig, valószínűleg már vannak ilyenek, de tulajdonképpen a szamárkának és az ökörnek ott kell lenni. És kis jócska mondta biztos. Tehát ezekben a dolgokban biztosak lehetünk. Mert én hiába okoskodok, ha kegyelemből a téli napfordulóról, harmadikról, negyedikre virradó éjszaka nem születik meg a gyermek. Hát akkor a falanszter alakul ki. És ennek megvan a maga kozmikus nyelvezete, keretrendszere, nem tudja máshogy megnevezni, nem tud mást helyébe tenni. Tehát csak fénysugarakat, vagyis szalmát tud oda tenni a jászolba. És csak ezek az állatalakok tudják körbevenni. És az, hogy jönnek, hogy palotába született, tőlem születhet palotába, szülem lakókocsiba is születhet. De ha ő a világ világossága, és egyetemes az üzenete, akkor aki a világot teremtette, ezt az egyetemes keretrendszert hozta létre, hogy a fia ide lépjen be, és ezt a törvényt és szabályrendszert töltse be. A másik, amivel szeretném gyorsan lezárni, ez a betlehemi csillagnak a kérdésköre. Tavaly emlékezzünk vissza, hogy pont be volt borulva az ég, és Szent István napján lehetett egy kicsit ilyen szétnyíló eget látni. Na most akkor lehetett látni, ez Karácsony másnapja, hogy a Jupiter és a Szaturnusz körülbelül ilyen távol van egymástól. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy soha nem állhattak így. Na most ehhez képest tévében, rádióban, interneten mi ment? Megvan a betlehemi csillag. Egyébként rendkívül ritka bolygó együttállás volt, rendkívül ritka mi, mert eleve Karácsony előtti napokban, eleve a bak havában. Tehát ez tényleg akkor volt ez a bolygó együttállás, amikor a Karácsony kibontakozott. Ez vitathatatlan tétel. Csak van egy apró dolog. A Szaturnusz és Jupiter együttállását se 2021 évvel ezelőtt, se soha semmikor nem tartották betlehemi csillagnak. Akkor miért mondjuk? Nagyon egyszerű. A csoda ki van pipálva. Mi már mindent tudunk.
racionálisan mindent meg lehet magyarázni. A régiek, akik egész nap Isten szabad ege alatt éltek, olyan tökkel ütött buták voltak, most csúnya szakkifejezést használtam, két lassú bolygó vonulását az égen időnként így egybe látták. Hát kicsit egybe látták. Aztán onnantól kezdve már bármi lehet. Tehát idézek egy csillagászati szakmunkából. Szent mágusok csodajele, Dieter B. Hermann, Budapest 1988-ban jelent meg. Azért idézem, hogy nehogy azt higgyük, hogy az ember állandóan nemet akar mondani valami elfogadott, bevezetett dologra. Hanem azon, hogy vegyük észre, az életnek már nincs olyan területe, ahol egyezményesen, összefogva nekünk valamit nagy gőzerővel, éjjel-nappal, miért, hogy ne gondolkozzunk. Tehát hazudni fognak. Vagy ha nem tudatos, akkor ő is elhiszi. És nagyon jó nyomon éheti el, mert az első, aki a Jupiter-Szaturnusz együttállás betlemi csillagnak nevezte, az Johannes Kepler volt. Hát Johannes Kepler nagy nevű csillagász. Modern csillagászatnak tulajdonképpen egy megalapozója volt. Ehhez képest egyáltalán nem vetette meg azt, hogy a sors a csillagokba meg van írva. Hát a József Attila így fogalmaz, hogy dolgozni pontosan szépen, csillag megy az égen, mint a mennyben úgy a földön, elnézés, nekem ez fontosabb, mint az, hogy ne nézzek oda. Addig fogják mondani nekünk, hogy ne nézzünk az égre, amíg majd úgy fogjuk az okostelefont nyomogatni, hogy már nyomhatjuk. Mert még az se lesz rajta, amit látni szeretnénk. Tehát akkor is volt egy Jupiter-Szaturnusz bolygó együttállás. És mivel azért nem minden évben van, ez vitathatatlan. Egy ilyen nagy tudású asztronómus, asztrológus és asztrozófus, mint Kepler, második Rudolfnak udvari csillagásza, hát persze, hogy a tanulmányai alapján, ótestamentumi szövegek alapján, miért? Mert ótestamentumi szöveg is jelzi, hogy a zsidók bolygója a Kéván nevezetű csillag. Ez a Szaturnusznak a zsidó megnevezése. Tehát a Szaturnusz az a zsidóknak a csillaga. A Jupiter pedig a szakrális királynak a csillaga. Tehát ez mit jelent? Szakrális király zsidók közé születik. Tehát hol kell keresni a szakrális királyt, aki megszületett? Most a három nap keleti bölcs? Hát nem az Indus völgye mellé, hanem oda kell menni, ahol zsidók élnek, pont. Na eddig jutott el Kepler. És mivel az ő idejében tényleg volt egy ilyen bolygó együttállás, na igen ám, de akkor még nem volt minden tudás egyetem, meg nem volt elektronikus sajtó, tehát ez mit jelent? Egy ilyen vélekedés szépen lassan tudományos tézissé tettek, hogy egyre több könyvet adtak ki, egyre több műhold közvetítette az adatokat. Mi az egyszerű? Nehogy a hit megerősödjön, betlehemi csillag. Hát te is tudod, Szaturnusz-Jupiter együttállás. Na most, nézzük a tényeket. Karácsonyi csillag tételével szemben, hogy a két bolygó találkozását nem tekintették egy csillagnak soha. Miért? Mert két bolygó találkozása az nem egy csillag, ami váratlanul feltűnik, hanem két bolygók találkozása, konjunkciója. Tehát ezt gondolom egyszerű belátni. És nem kellene ezzel nagyon részletesen foglalkoznunk, csak jelezni szeretném, hogy jutunk el egy olyan karácsonyig, aminek minden valóságos tartalmát társadalom átalakító módszerekkel, emberséget felszámoló módszerekkel alapjaiban próbáltak kikezdeni. Hát ez már csak egy ilyen, tudományos csemege. Mert nem is foglalkozunk azzal, hogy mi a betlehemi csillag, de hozzáteszem, hogy mivel tavaly ez tényleg jelentős tétel volt, és ha valaki az interneten nézte, hogy miket mutattak be eredeti felvételként, akkor mit lehetett látni? 90% a hamis. Miért?
Hát mert az egyik képen, felvételen, mondjuk valamilyen dél-afrikai partról nézve, ilyen hollywoodi dél-afrikai, most jól összemostam a kettőt, lehetett egy nagyon fényes égi testet látni. Következő képen ugyanez, mondjuk honnan, mondjuk a prériről. Azt lehetett látni, hogy két fényes csillag nagyon közel van egymáshoz. Na most akkor melyik volt a eredeti felvétel? A hiteles. Mert gondolom tudjuk, ezek nagyon lassú bolygók. Tehát olyan nincs, hogy most nézzétek, eltelt 2 óra a közzététel, hogy ma van. Hát emlékezzünk vissza. Uránia csillagvizsgálóba programot hirdettek meg, hogy majd közvetítik. De be volt borulva az ég. Viszont a földkerekségről közvetítették. Nos, hol ilyen messze volt egymástól, hol így állt, hol egy volt. Hát lehet érzékelni, ezek nagyon lassú. Hát nézzük meg most is. Lehet látni lent az esthajnal csillagot. Jövök fel, van egy ilyen szúros, fényes csillag, ez a Szaturnusz, és magasságban ugyanolyan messze egy megint fényes, de ilyen nagyon jóságos fényű csillag, ez a Jupiter. Most hány éjszaka óta látom ezeket így vonulni? Vagy napszálta után? Tehát a Szaturnusznak kerekítve 28-30 év a kerengési ideje. A Jupiternek 12 év. Na most Földről nézve ki lehet számolni, de a Földnek is van egy keringés ideje, tehát bonyolultabb. De mégis ki lehet számolni, hányszor van egy évszázadban akkor betlehemi csillag? Hát az egyiknek 28 év, a másiknak 12 év. Hát ezek szűnni nem akaró módon folyamatosan ismétlődő együttállást vagy konjunkciót alkotnak. De ez a tavalyi, ez tényleg rendkívüli volt, mert viszont ilyen közel egymáshoz, ez tényleg úgy 800 évre van szükség, de akkor se betlehemi csillag. Na, nézzük a szöveget. Karácsonyi csillag tételével szemben, ezt már elmondtam, az irodalomban olykor felbukkan az az állítás, hogy a két bolygó rendkívül közel állt egymáshoz, és a REM szemlélő esetleg egyetlen fényesen tündöklő jelenségnek hihette őket. Ez azonban nem felel meg a tényeknek. A Jupiter és a Szaturnusz szöktávolsága a közeledés és távolodás egész közjátéka alatt sohasem csökken egy fok alá, ami viszont legalább kétszerese a telihold átmérőjének. És mondom, tehát hogy érthető legyen, én Szent István napján, karácsony másnapján láttam. Ilyen távol voltak egymástól. Még a kettő, tehát az egyiknek 12 év a pályaideje, másiknak 28. Tehát amíg történetesen megközelítenék egymást, olyan módon, hogy a fény sugaraik, és akkor csillagászok elmondták, hogy szemüveges ember, ha leveszi a szemüvegét, akkor már egyet lát. Hát megmondom őszintén, kimegyek most, leveszem a szemüvegemet, és aztán olyan egyeket fogok ott látni, hogy ezt nem is akarom tovább magyarázni. Na most, mi volt ez a betlehemi csillag? Tehát nem nehéz felismerni, hogy mégiscsak a csodákat hagyni kellene a világba. Ugyanis elmondja a Máté evangéliuma a következőket, nem fogom felolvasni, lehet ellenőrizni. A 3 napkereti bölcs honnan jönnek? Egy helyről jöhettek, a pártos birodalom területéről. Miért? Mert ekkor pártos birodalom virágzott. Pártos királyok Jézus születése előtti évtizedekben, nem azt mondom, hogy minden nap, de egyszer-kétszer Jeruzsálemet például elfoglalták. A zsidó nép pedig a rómaiakkal szembeni nagy harcaikban időnként a pártusokra úgy tekintettek, hogy majd a pártusok fognak nekik segíteni. Most nem is részletezek ide vonatkozó, nagyon szép himnikus iratokat. Csak azért mondom, mert ma karácsonykor pártus népnevet kimondani, keresztet kezdenek elvetni. Mint a gyalog galobbanni, emlékezzünk a hozzá nekem rekettjét, vagy nem tudom, ki nem mondani, igen, a ni, ki nem mond. Tehát ha mi magunk tabusítunk dolgokat, beszéljük meg, ahogy mondani szokták. De mindenki okosabb a másiknál. Ilyenkor lehet tudni, hogy nyilván akkor lehet személyes
módon is jelezni. Az ember elismeri a gyarló természetét, lehet, hogy téved, de tények, tények. Na most ekkor egy helyről jöhettek, és az nem Perzsia. Megnézzünk karácsonyi műsort, vagy beszélgetés, perzsamágusok. Perzsamágusok nem jöhettek. Miért? Mert Akameinda a perzsa birodalomnak már rég vége volt. Már Nagy Sándor 300 évvel ezelőtt véget vetett. A Szaszanida perzsa birodalom meg majd csak 220-30-40 év elteltével fog Jézus születése után felbukkanni. És a mágus abban a világban nem a perzsa mágust jelentette, hanem a méd mágus, a káldeus mágus és a babiloni mágus. Na most mágusok jönnek napkeletről. Látják, hogy keleten felkel a csillag, ez Jézus csillaga. Tehát most képzeljük el életképi jelenetként, látom, hogy keleten felkel, mit csinálok? Hátra arc, és indulok nyugatnak. Tehát érezni, hogy a szöveg, nem azt mondom, hogy foghíjas, de olykorban születik, amikor még csillagászatilul, még tud a világ. Tehát nem botránkoznak meg, hogy mit jelent, hogyha keleten kell felmérni, nyugatra indul el. Tehát megvan a megoldás, csak van egy probléma. Bemennek Jeruzsálembe. Kit keresnek meg? Heródest. Mi történik akkor ott? Hát mondják, hogy láttuk felkelni a csillagát, tiszteletünket akarjuk tenni, és kiderül, Jeruzsálemben, Heródes udvarában senki nem tudott a születésről. Hogy szól az ide vonatkozó szöveg? Utasítást ad Heródes, hogy nézzenek utána. Utána néznek. Na, annyira várták, hogy ja, tényleg. Hát Kínában történetesen máshogy végződne egy ilyen történet, mert ott pillanatok alatt egyszer lehetett tévedni általában. Ezt soha nem árt tudni. Minden műveltség, kultúra, de az indián is. Ha egy jövendőmondó egyszer nem találta el az igazat, akkor nem azt mondták neki, hogy próbáld meg még egyszer, meg van benne valami. Hát Dániel próféta könyvét olvassuk el, hogyha az álomfejtő nem tudja megfejteni Nabukodonozor álmát, mivel játszik? A fejével, világos? Mert ez azt jelenti, hogy nincs összeköttetés. És a jövőt megtéveszteni, az a legnagyobb bűnök egyike volt. Ma barátaink, így fogalmazok, mert ebbe a közéleti világba élünk, ontja, mikor lesz világ vége? Mikor lesz ez? Hát nézzünk asztrológiai műsorokat. Én addig idején direkt végignéztem, most neveket nem mondok, mindig egy évvégi műsor volt, hogy mi lesz. Következő évben megnéztem, az égvilágon soha semmi nem úgy volt. Érdekelt valakit? Hát a nagy tanító, nagy guru. A nagy guru, nagy tanító. Hát legalább beszél a csillagokról. Már ez egy nagy öröm. De hogy érthető legyen, ez azt jelenti, hogy gondok vannak. Ez azt jelenti, hogy az igényesség az megszűnt bennünk. Tehát a jövendőlés az, hogy akkor meg fog születni. Én oda megyek, és meg fogom találni. Pont. Ez jövendőlés, ez rátalálás. Ha nem úgy van, akkor nem úgy van. Nálunk ez újabban úgy van, hogy igaz, nem úgy volt, de van benne valami. A rezgések megnőttek legalábbis. Vagy hát valamennyire mégiscsak igaz. Tehát vagy telibe találja, vagy nem találja telibe. Tehát rövid tömörséggel olyan nincs az evangéliumban, hogy kimegy Heródes a palota tornácára, a három napkeleti bölcsen, felmutatnak az égre, mert ezt kellene várnunk. Megmutatják, hogy ott a betlehemi csillag. És összeszaladnak a népek, hogy ott a betlehemi csillag. Nem tűnik fel, hogy három ember látja. És mit csinál ez a csillag? Feltűnik, időnként előttük megy, majd egyszer csak eltűnik. És akkor Jeruzsálemből kimennek, hogy mennek Betlehembe, a csillag megint feltűnt előttük. És a fejük fölött ment. Na most csillagos égbolton, ha Kanadába járunk,
Látom történetesen a göncöl szekeret. Ugyanazon a napon ideugrok a Kárpát-medencébe, látom a göncöl szekeret. Tehát ez mit jelent? Egy csillag, egy bolygó, vagy egy főcsillag, egy csillagkép főcsillag alvén, földi pontot így nem lehet meghatározni, hogy ott van. Hanem a földi pontra lehet legfeljebb egy égi adatot áttranszponálni és kiszámolni. Tehát ilyen nincs, hogy ott van, pont ott van. Mert mindenkinek a feje fölött van, hogy érthető legyen, ahogy a föld forog a megfelelő ütemezés szerint. Tehát tulajdonképpen a betlehemi csillag az egy csoda volt. És Szent Erzsébet, amikor érzi november végén, halálának éjszakáján, hogy ez az utolsó éjszaka, akkor a környezetében lévő embereket maga köré gyűjti oda az ágyhoz, és azt mondja, hogy elmélkedjünk most együtt. Mind kell elmélkedni? Mert most jön el az az óra, amelyben a mi megváltónk született. És maga Szent Erzsébet a legendái szerint, az ugyan november 18-19 volt, hogy érthető legyen, de egy napon belül éjfélről van szó. Ő a halálára készül, viszont kihez készül? A megváltóhoz. Ugyanezzel a szándékkal. És itt mondja el, hogy a hatalma révén csillagot teremtett, amelyet soha senki azokon kívül nem látott, ez a mi Urunk erejéből születő csillag volt. Sokkal szebben mondja Szent Erzsébet egyébként, és Szent Erzsébet úgy ismerte a csillagos égboltot, mint a tenyerét. Miért? Mert az, hogy milyen nap van, nem a rádióban hallgatták meg. Tetszik, nem lehetett úgy élni, hogy a nappali és az éjszakai égboltot nem ismerem. És a Warburgi Fellegvár, jártunk ott. Gyakorlatilag csillagászati központ is volt. Végig ott vannak, hát akkora Szent Erzsébet kultusz van, hogy azt el nem tudjuk képzelni, és mellesleg nem tagadják, hogy magyar Szent Erzsébet, magyarországi. Ehhez képest nagyon sokan mi mit mondunk? Türingiai. Hát de magyarként megy Türingiába. És ott hála Istennek inkább a magyarországi a tétel. És bizony vannak középkori metszetek, és Warburgi Fellegvárat nem egy metszeten úgy mutatják be, miért? Mert eléggé kimagaslik a környék dombjai és hegyei közül, tehát tényleg egy csodálatos égbolt panoráma tárulhat fel, hogy vizsgálják adott esetben a csillagos égboltot. De nézzük, hogy a szír kereszténység szent könyve mit mond, és hát tulajdonképpen most kellene szünetet tartanunk, de most lesz a vége. Ez a szír kereszténység szent könyve Szent Efrén a szerzője, Kincses Barlang Hán István gondozásában jelent meg, Prométheus könyvsorozatban. Tehát jártunk Szíriába, és tényleg Szent Efrén ott egy egyházatyaként jelenik meg. Na így szól a szöveg. 2 évvel azelőtt, hogy Krisztus megszületett, csillag jelent meg a mágusoknak, napkeleti bölcseknek. Látták ezt a csillagot az ég boltozatján. Fényesebben ragyogott, mint az összes többi csillag. Egy fiatal lány volt benne, aki koronás gyermeket tartott karjai között. Gondolom ismerős a tétel. Fiatal lány koronás gyermeket tart a karjai között. A régi királyok és napkeleti bölcsek, a káldeus mágusok szokása az volt. Tehát hogy szokták mondani? Szó sincs perzsa mágusról. Mi megsértődünk, ha Bukarestet és Budapestet összetévesztik, hát akkor mi se tévesszünk össze dolgokat, ilyen nagy vonal, nem mindegy, bármennyire hihetetlen. És így szólt továbbra is a szöveg. Káldeus mágusok szokása az volt, hogy minden cselekedetüket a csillagokból kiolvasott tudás szerint irányították. A mágusok és káldeusok ugyanis a csillagok járásából valóban előre tudnak minden eseményről. Miről van szó? Valóban előre tudnak. Ez kanonizált szöveg a szír kereszténységen belül. Tehát nekik tulajdonképpen a nagy Biblia mellett ez a szent könyvük.
És újra jelzem, hogy Szent Efrén szentté van avatva. Tehát vannak még hagyományok, ezt így szokták mondani. Csak emlékezzünk a Tanú című filmre. Mi lesz ma a vacsora? Kopognak. Jön a börtönbe, jön a válasz. Kopognak. Összeroskadva ül az értelmiség, mert ott van a bíró, ott van a pap, ott van Pelikán, és tarhonya. Tarhonya. Már megint tarhonya. Tehát le lehet kottázni, hogy mi lesz az ünnepi műsor. Tehát ha mindig ugyanazt kapjuk, akkor azt jelenti, hogy nem is gondoljuk, hogy lehet máshogy is. És beszűkíte. Jó, legyen mágus, de legyen perzsa, de akkor már a betlehemi csillag csak Jupiter. Nincs csoda a világon. Nincs kegyelem a világon. Mi mindent tudunk. Emlékezzünk gyerekkorunkban, mindent tudni akarok, szovjet kisfiam. Nem is volt rossz egyébként. Téli szünetbe vetítgették állandóan. Vagy a Deltára emlékezzünk. Hát gyerekkoromban, amikor néztem a Deltát, tudományos magazin, alig vártam, hogy felnőjek. Minden második adásban feltalálták a rák ellenszerét. Minden második adásban hova lesznek ezek? Ezt tudom, most kicsit mosolyogtató, de ez tudományos magazin volt, hogy érthető legyen. Hát itt már nem akarok több eszmefuttatást tartani, mert hazafelé is el kell majd indulni. Tehát a mágusok, káldeusok csillagok járásából valóban előre tudnak minden eseményről, még mielőtt azok bekövetkeznének. Így módon ezek a mágusok, napkeleti bölcsek is, miután utána néztek, Nimród kinyilatkoztatásában. Kinek a kinyilatkoztatásában? Nimród kinyilatkoztatásában. Na ez az, ami hiányzik a hazai műveltségből. Lehet, hogy nem baj egyébként, mert nem kell mindent tudni, mert nem filmrendezők vagyunk, de a Nimród mégiscsak az őstörténetünkben főszereplő. Mégiscsak hunornak és magyarnak az atya. És akkor mégis van egy olyan kinyilatkoztatás, hogy a három napkeleti bölcs az ő kinyilatkoztatása alapján találja meg a betlehemi jászolt. Na ennek a hagyománynak mi a továbbélése Kárpát-medencei magyar kereszténység világán? Van a három napkeleti bölcs, Mennyhárd, Baltazár Boldizsár és Kaspár Rusz Gáspár. Na most rendre őket hogy ábrázolják nálunk, Velemérem például. Az öreg király, aki megérkezik a csecsemőhöz, a gyermekhez, akit Szűzmária tart az ölébe, letérdel előtte, és egy koronát nyújt. Na ki lehet ez az öreg király a három magyar szent király pályaképében? Hát ez csak Szent István lehet. Akkor középen van egy kétfelé fésült szakálú, érett férfi korban lévő daliás uralkodó, mögötte egy csupaszképű, angyalarcú, aki fiatal és így néz fel az ég felé. Na most hivatalos művészettörténet írásban is tény. Nálunk a három magyar szent király egybeíródott a középkori freskókon a három napkeleti bölccsel. Majd ha lesz még máshol olyan keresztény hagyomány, ahol van mondjuk három német szent király, vagy három francia szent király, vagy három spanyol szent király, vagy három olasz szent király, vagy három lengyel szent király, vagy három szír szent király, soroljam, hogy az ő alakjuk egybeíródik kivel? Azzal a három napkeleti bölccsel, aki ott van a betlehemi jászolnál. Most ezek azok a hagyományok, amelyek viszont tényeken alapulnak, valóban voltak, számon tartják őket, olyan módon, hogy Szenci Molnár Albert például leírja, a reformáció idején, latin-magyar szótárának az előszavába, de ilyen dohogó, korholó értelmiségi módon, hogy Váradnak a népe milyen babonás. Miért babonás? Mert Várad főterén még áll Szent László lovasszobra,
és a három magyar Szent Király, Szent István, Szent László, Szent Imre gyalogos szobra. Szemeik éjjel világító kőből voltak. A körmeik olyan drága kövekből készültek, hogy Evlia Cselebi leírja, egy drága kő rum tartománya, ez a bizánci-római tartományt jelent, egy éves adóját fedezni. És képzeljük el, milyen szobrok lehettek ezek. Na igen ám, de ott tényleg Szent István, Szent Imre, Szent László jelenik meg felirattal. Megmaradtak dokumentumszövegbe a feliratok. Na de a napkeleti, vagy a váradi nép mit mond? Ez a három napkeleti bölcs. És hozzáteszi, ők a mi őseink. Kiket ábrázol az a szobor? A három magyar szent királyt mit mondanak róluk Váradon? Hát az a három mágus király, a három napkeleti bölcs. Látom freskókon a három napkeleti bölcset, mit mondanak? Hát ezek úgy néznek ki, mint a három magyar szent király. Tehát ez mit jelent? Minden területen zárul a hagyomány. És mivel bejön a képbe egy hagyománykörön belül maga Nimród is, hát egy kicsit úgy máshogy lehet számolni a kereszténységnek a jelenlétét és a világát. Tehát Nimród kinyilatkoztatásában utána néztek, megtudták, hogy király született Júdában, feltárult előttük Krisztus egész életútja, tehát mi történik? Egész életútja Krisztusnak feltárult előttük, a születéstől, a kereszthalálon keresztül, a feltámadásig, és nyilván az egész életpálya. És most figyeljünk, mert nagy a csattanó, bár lelkileg inkább finom, mint drámai. Az atyáiktól örökölt tanítás okán azon nyomban elhagyták keletet. Tehát ki atyáiktól örökölt tanítás nyomán? Azon nyomban elhagyták keletet, tehát megszületett a megváltó. Magyarul itt a karácsony. És végül minden karácsony, hogy Molnár V. József mondta, nem ebben az összefüggésben, de alkalmát adja annak, hogy a megváltó sors történetét, az üdv történetét égen és földön áttekintsük és átnézzük. Hát elnézést, hogy jól elhúztam így a végére. Köszönöm szépen a figyelmet, és áldott boldog karácsonyt mindenkinek.